Na. Elrajtolt ez is. Oké, és nyomok egy gyors Discord értesítést, hogy élő egyenes adásban vagyunk. Azt kíváncsi leszek, hogy remélem jól sikerültek amúgy a promóim, hogy ma stream lesz. Holnap úgy sincs iskola, ahogy észrevettem, szóval, ja. Kulcske? Már is adom kicsi szívem. Neked bármit. Na, itt a Jóskacok, aki itt van, annak csodaszép napot szeretnék kívánni, aki meg még nincs itt, az szopjon, nem, az majd megérkezik szép lassan. Everyone-ba elindult Security Csabi, számon kér. 16 van, miért nincs stream? Miért ne? Ez a Fanny miatt volt, mert el kellett menni kávézni, megprogramozni. Ő egy ilyen nőszemély, vinni kell, programozni kell, mert ha nem, akkor elhagyja az embert. Na mindegy, elindult a stream, élőbe vagyunk, TikTokon, gyertek, csatlakozzatok, nézzétek. Szóval okés, okés, puszi puszi mindenkinek, csáocska, minden, és akkor nyomok így egy élő egyenes adást. Szóval nyomom így a dolgokat. Na. Okés. Köszönöm szépen Biancának az egy darab dolgot, már várlak, rendben. Elmondom, lesz humán, gyerekek folyamat kérdezitek, hogy mi lesz, hogy lesz. Mindenkinek mindent el fogok mondani, a hajam az rocs. Az hajam az rocs, de Márcsado az dobja itt a négy dolgokat. Elmondom a mai napi menetrendet, közben a telefonomon beállítom itt a dolgokat. Miért nem látszik? Ó, Márcsado, beállítom, most már fog látszani, minden jó. Úristen, a hajam nagyon rossz, elaludtam, ne haragudjatok. Bána bácsi, visszatértél, Bána bácsi, English comeback. Szívesen, ma nem akarok zaklatni, Prime Noxica vagyok, még meg tudom, miért tettem Bannóval, Nóbéval, Perma. Hát, Noxica, ha nagyon szeretnéd, akkor megnézem neked, valaki elért valami tagsági szintet, amit nagyon szépen köszönök nektek. Nagyon szépen köszönöm Marcello itt az ajándékot, rádobtad itt a fejemre itt a flash, meg a flashbacket, meg mindent is. Egy másodpercet kérek mindenkitől is. Manó, légy szíves, ne sírdogáljál, attól függet. Vissza fog jönni a Fanny, nyugodj meg! Na, véres permázott. Hát az nem jó, hogy a véres permázott. Szia, Soma bátya, az UB, nem mond, nem gondolkodtál? Bencim, nem tudom, hogy miért vagy bannóva most jelen pillanatban. Nem tudom, hogy itt mi bajod van, vagy mi történt, vagy hogy történt. Nem tudom, hogy mit csináltál sajnos. De te vagy a tulaj. Értem, hogy én vagyok a tulaj, csak itt csapat van. Szóval, hogy nem annyira jó, tudom felülírni az emberek döntését. Közben beállítom a dolgokat, hogy lássam saját magamat. Most már látom saját magamat. Gyerekek, nagyon szépen köszönöm, hogyha elérjük itt a 20 000 lájkot, és akkor egyből fölmegyek. Free Gerizom. A Gerizom is ki lehet bannolva? Skacok, azt se tudtam. Hogy vagyok? Elég egyszer is megkérdezni, gamer, fogok rá válaszolni. Na, közben megosztom a streamet a kedves ismerőseimnek, barátaimnak, TivTivinek, Csimpikének, Szeles Petinek, Tamásnak, Jordannek, mindenkinek megosztom, akinek lehet, jó? De, skacok, valószínűleg tudjátok, valamilyen szinten mindenki tudja, hogy miért van permázva, szóval, hogy megint elmehet ezzel az idő, hogy ki miért van permázva, de nagyon szívesen akkor TV melózik, azt nem tudtam, Én is kidettem, csak megtudták, hogy Csabiok és visszaengedtek közivel. Hát, hogy Csabi, téged már ismernek, de ne írjen fasságokat. Bence, ír rám, mert szerintem neked már megnézted. Gerizon is ki lett bannolva? Skacok. Azt se tudtam. De most tényleg ki van bannolva Gerizon, vagy nincsen amúgy? Szóval, hogy azt nem tudtam. Igen, ki lett. Jó, skacok, amúgy én nagyon őszinte leszek veletek a Gerizonos dologgal kapcsolatosan. Amúgy a Gerizon már kiprovokálta. Szóval, hogy a Gerizon az a személy szerintem, aki alapvetően tényleg megérdemelte, hogy ki legyen bannolva innen a szerveren, nem tudott viselkedni, provokálta az adminokat, a tulajokat, köztük engem is sokszor provokált, már volt egy ilyen dolgom, amikor én is elgondolkoztam, hogy ki lesz baszva innen. Nagyon szépen köszönöm Korecka a szívet, csókoltattak Barikám, nagyon szépen köszönöm, és Jóna Roland neked is. Szóval, hogy a Gerizon már nem az első ilyen, szóval a Gerizon az már többszörös. Mindig hasonló dolgokért tett bannolva,
mindig azt mondom neked, a penge élen táncolt Gerizon, csak most ez a penge kicsit megvágta. Szóval, hogy, hogy én azért sokszor kampányoltam érte, sokszor volt olyan, hogy, egy videó után vissza lett engedve, szerintem most lehet, hogy jó lenne, hogyha kicsit pihen. Mindig szitta a szervert, mindig. Szia Ronádókám, szia, köszönöm Koreszka, a sapkát is rám vágtad, csókoltatok Koreszkám, nagyon szépen köszönöm. Szóval, hogy én azt mondom nektek, hogy Gerizon alapvetően jogosan kapta a permát, tényleg kiprovokált itt mindenféle dolgokat, nem tanult belőle, 2-3-szor már kapott újra esélyt, akkor jól viselkedett egy 3-4-5 hónapig, de most már nem tudott viselkedni, szóval most egy jó ideig szerintem jót fog lenni, hogyha pihen. Mindig fikázta a szervert, minden baja van a szerverrel, szóval, hogy egy jó mondatot nem tudott mondani. Kurva sok újítás lett a szerveren, szóval azt nem lehet mondani, hogy most nem voltak újítások, próbáltunk mindenkire gondolni, szóval, hogy az elmúlt augusztus óta, az elmúlt 2,5 hónapban, vagy rengeteg újítást behoztunk, nem tudom, hogy ki emlékszik rá, van az airdrop újítás, napi bónusz újítás, tényleg annyi mindent hoztunk be, skacok, hogy tényleg nézzétek meg a felhívások szobát, amiket kértek a játékosok, megpróbáltuk kijavítani, vagy megcsinálni azokat a dolgokat, szóval, hogy, rajtunk nem múlt. RPRP neked köszönöm szépen. Szóval, hogy, ő meg minden újításba belekötött, ez szar, az szar, amaz szar, hát hogyha szar, akkor miért nem játszom máshol? Na, szóval, hogy igazából ilyen egyszerű a képlet. Melyik ad megint van, melyik hülye moderátor kikapcsolta a csetet, skacok? Nagyon örülök neki, kedves moderátorom, hogy kikapcsoltad a csetet. Elmondom neked, hogy ez volt az utolsó. Szóval most megnézem, kik vannak élőben moderátorok. Megint nem tudom, melyik szórakozik. Meg ilyesmi, ez már másodszorra lőttétek el. Szóval, hogy most megnézem, kik vannak itt aktív moderátorok. És ezt kurvára nem szeretem amúgy. Hogy ez van. Hol tudom visszanézni? Valaki mondja már el, léci. Zargasd meg. Azt mondja, aki nézzen vissza. Hogy ez hol lehet megnézni ezeket a dolgokat? Mert itt ebben a dologban nem nagyon tudom megnézni. Szia Kolompár! Azt hittem kibannoltak. Nem lettél kibannolva. Nem senki lett kibannolva. Biztos van rólalok. Hát a Security Csabi, hát te nem is vagy moderátorom. Barikám. Mit keresel, papa? Csak azt szeretném megkezdeni, hogy lehet-e látni, hogy ki az, aki, melyik moderátor kapcsolja ki a csetet, meg ilyesmi. Szalai szerintem már nincs is a szerver, nem? Szívesen a Mercibe, milyen motor van, megkérdezhetem, ha nem titok, melyik Mercibe? Mercedes-Benz indul, ez se baj. Na, és kacok, beállításnál ott van a kapszulóra értesítést. Beállításnál ott van a kapszulóra értesítést. Beállításnál. Szívesen október vége van, és jön az UB. Jó, a rendben van, balasz. Majd ír rám akkor. Szívesen, ha kérdezhetek valamit? Igen, TikTok stúdiós csetjén pörgess vissza, ott írja. TikTok stúdiós csetjén. Csak az hol van a TikTok stúdiós cset? Azok, hogy nekem annyira új minden ezen a TikTok live stúdión, skacok, hogy ezt nem nagyon tudom megnézni amúgy. Na, közben rám írt egy srác. Jaj, szia. Oké. Na. Skacok, elmondom, hogy ma mi fog történni, jó? Szóval, hogy elmondom, hogy fog kinézni a menetrend. El szeretnék kérni 100 darab új követőt, azt mindenféleképpen. Szóval kiletem titva, szerűs egy bot rúgott ki a szerverről. Bot? Aha, gondolom jogtalanul, nem? Na, elmondom, hogy mi lesz a mai napi programmenetrend. Mindent el fogok mondani szép lassan. Ugye ma fog megalapulni a frakcióm. Szóval a Horizon Roleplay szerverén, szóval ma lehet beadni a jelentkezést. Szóval mindenki, aki szeretne csatlakozni a frakcióba, ma közösen, akik itt vannak, nézők. A nézők lesznek, akik fognak nekem segíteni, a nézők lesznek az, akik relatíve eldöntik, hogy az adott személy, az adott illető kapjon esélyt, vagy ne kapjon. 12 barátomnak megosztottam a videót. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megosztja a videót. Szóval köszönöm és köszönöm. Na! És FK-val lehet TGF-elni? Mivel? Fraki Jump-al? Hát figyeljetek, olyan jöjjenek, akiknek nincs Fraki Jump-juk, hogy egybe föl tudjam venni. Szeretek, én is szeretek. Szia, most lesz UB fogadó? Nem, most nem lesz UB fogadó. Most megalapul a frakcióm, és azzal szeretnék foglalkozni, szóval most frakciók TGF lesz. Nem tudom, hogy miért ez a bal oldalam annyira homályos, hogyha oda repülök közel. Följebb húzzam, a izébe, föl van kapcsolva minden. Be van nyomva minden, kicsit följebb húzom, hát ha így jó, megnézzük amúgy. Na,
Itt vagyok, skacok. Egy másodpercet kértem, szóval ma megcsinálják ezt a dolgot, szóval 20 ezer like-nál fölmegyek a szerverre. Közim vagyok, Oké, Zsok és Balázs volt, nagyon szépen köszönöm neked az ajándékokat, és Koreszkának is. Szóval, ja, csak elírom a stream után, Oké, Zsok és... Na! Szia Csimpikével, mi a helyzet? Most csináltam róla videót, ne Csabi, ne! Na! De mi van, Csabi, mit csinál? De közén vagyok. Ja, közén van. Köszönöm Márcsadó a sapkát. Nagyon szépen köszönöm, Barikám. Na, fölmegyünk a szerverre. 20 ezer ránknál durranok a szerverre. Szóval mindenkit arra szeretném megkérni, hogy kicsit tap-tappolja meg itt az élő egyenes adás. Dzsukkelbe, Yesterdaybe és mindenbe is. És hogyha megvagyunk, akkor fölrobbanok a szerverre. Gyerekek, hagyjátok meg ilyen sajtos emiliót, nem tudom fejből, hogy kicsodák ezek az emberek. Szóval nem ismerem, nem tudom. De lehet játszottam vele, nem emlékszem rá. Na, szívesen akkor nem kapnék umét, mert voltam... Bence, nincs olyan, hogy állítólag hazudott, írj rá most, bazd meg, már faszom. Te minden streamen írsz, hogy ubi, írj rá most, elmondtam neked stream elején. Írj rá, megnézem, miért vagy bannóval, nagyon szeretnéd. De bazd meg... Nem tudod fölfogni azt se, hogy írj rám, és írod a síros nevetős fejeket. Tehát attól függet, hogy fogyatékos vagy, és nem érted a szép magyar beszédet, hogy írjál rám, attól függet, hogy írhatod a síros nevetős fejet. Hát de baszki, én vagyok, aki segítek rajta, te analfabéta. Na, szia Patrik! Na, szóval, hogy legyen meg a 20 ezer like, fölrobbanak a szerverre, még megnézem ezt a fogyatékost gyorsan, és köszönöm az ajándékokat. Szóval, hogy tényleg elmondom neki, hogy mit csináljon, hogy csináljon, és nem csinálja, bazd meg, de neki UB-kel. Na, Mónikám, itt vagy? Téged meg szeretnének kérni, hogy majd leírod a setjobokat, meg ezeket? A frakcióba, és akkor elkezdem magad TGF-et, jó? Szóval, hogy még mindig nem ír rám ez a Fogyimogyi, de jó. Oké, Fogyimogyi, nem tudok rajtad segíteni. Mi? Máján. Megnézem, Fogyimogyi rám írte. Nem. Ben... PP Shopból. Na. Jó, Fogyimogyi Bencus nem írt rám. Skacok. Szóval, hogy... nem tudok ezzel mit csinálni. Fogyimogyi! Majd akkor ír rám valamikor, jó? És akkor írd a DC azonosítódat, stb. De most ezzel nem tudok mit csinálni. Közben meglett a 20 ezer like, vagy még nincs meg. Szóval még nem megyek föl. Én nagyon... Jó, aki szeretne jönni a frakciómba, annak annyit szeretnék mondani, és annyit szeretnék tőle kérni, hogy most ebben a szent momentumban, szent pillanatban csatlakozzatok fel a szerverre, a Horizon Roleplay-re, jó? Oké, és kacok. Dzsukkelbe, Yesterdaybe és Oh My Megadba, szóval most kell. Jó van. Na, elmondom miért van, de kitöröli a beszélgetéseket a csávó. Imádom a csávót, érted? Hogy ne tudjon visszanézni. Kitöröli a Bence a beszélgetéseket, geci. Imádom. Megvan a 20 kázat. Elmondom, gyerekek, ezért van bannolva. Publikus helyen DB anyázás, admin ügy alól kilépés. Kitörölte végig a beszélgetéseket. Írtam neki, hogy ne hazudj. Na. Szóval, hogy mindegy is, és még ezek után adj neki UB-t. Na, elbasztad Bence, nincs UB, szia. Nem csak hazug vagy, hanem még beszélgetéseket kitörölt, hogy még az alapján el se lehet sem bizonyítani téged. Szóval, hogy ne haragudj, még pihenj egy kicsit. Na, menjek fel a szerverrel, megett a 20 ezer lány. Miért esett ekkorát a játékos szám a Szerón? Esett a játékos szám a Szerón, csodaboda. Most komolyan mondod? Tegnap voltak 190-en fönt. Hát, megmutatom most hányan vannak. Esett a játékos szám a szerveren. Benne vagyunk a top 4-be, skacok. Minden este 150-180 játékos van. Nyáron nem volt ennyi játékos, mint most. Szóval, hogy mindenki visszajössz, kacok. Hát brutális játékos számot produkálunk. 300 játékos? Sose volt 300 játékos az Horizon, ne haragudj. Megvan a 20k látom. Horizonon a rekord létszám volt bűnészakán 300. Szóval, hogy 300
játékosnak akkor szokott lenni, hogyha bűnéjszakája van. Szóval, hogy kb. A top 4, top 3-ak szerverünk vagyunk. Na mindegy. Oké, Bence, nem kell jönni. Nem kell jönni. Majd egy jövőre írjál, jó? 2025-ben próbáld meg az UB-t. Na, az... Ja, gagyi? Oké, hát nem tudtam, hogy gagyi, de mindegy, akkor majd nyissa egy szervet, és az jobb lesz. Ilyen egyszerű. Majdnem a... Jó van, gyere, Bencém! 2025-ben várlak szeretettel. Na, Bedmarko, köszönöm szépen a GG-et, mindenkinek itt a követést, robbanunk fel a szerverre. Hú, pacekba dzsuk el be meg mindenbe is. Mindig délután nyit a szerver, reggel nem lehet játszani? 0-24 belérhető a szerver, skacok. Csak én a játékos csúcs létszámról szoktam beszélni. Hát most nincs csúcsidő, de most is meg lehet. Szalai vélemény, nem tudom, hogy ki az, basszus. Hallottam róla, valami problémás játékos. De gyerekek, mi véleményezzek játékosokat? Na, nézzük meg, hogy most hányadikak vagyunk. Csoda boda előtt nagyon sokat esett a létszám. Hát sajnos örülnék én is, hogy 300-an lennénk mindig, de hát annyian nem vagyunk amúgy. De hát akkor most nézzük meg. UB-zátok Garizont? Nem tudom, hát mostanában nem hiszem. Szerintem még pihenjen. Kicsit tényleg problémás volt meg. Idegesítő, provokált az embereket, szóval ja. De Szalai nincs kipermázva? Bárki még befolyás az admin TGF-et? Nem. Nincs nagyon bárki most a szerveren. De benne vagyok korozom, most nem enged játszani, ott is kell petíciót tölteni. Milyen petíciót? Miről beszélsz, barikám? Na, nézzük meg, hányan vannak. Na, 105 játékos van, megint benne vagyunk a top 5-be. A top második szerveren, magyar szerveren van 122 játékos, és nálunk 105, ami azt jelenti, hogy le vagyunk maradva 5, meg 10, meg 2, számoljuk ki, hogy mennyi. 17 játékossal. Szóval, hogy olyan túl sok játékossal nem vagyunk. Bocsát, 12 játékossal vagyunk lemaradva. Elnézést. Kicsit félre számoltam. Már nem tudok számolni. Fel voltam, mert a matákból kussolok. Milyen haverom? Szikra, láttad, mit csinált a haverom? Melyik haverom? Ki mit csinált? Hogy csinált? Mi lett kitörölve ez a komment? Gyerekek, nem kell mindenkit kitiltani. Jó, tudom, hogy spammelt, de a két izé az még nem spammelés. Gyerekek, itt a cseten is nem kell mindenkit kitiltani, akkor ha kétszer beírja, akkor nyugodtan. Nem tudom, ki mit csinált, hogy van. Na, hát skacok, hát benne vagyunk, hát nem olyan sok a izé a létszám. Ötször írta le, jó, akkor nem harag. Én csak kétszer láttam elnézést, de nem tudom, milyen haverom ki mit csinált, pedig meghallgattam volna, hogy ki milyen haverom mit csinált. Jó, nekem kétszer jelezte, bocsánat, Mónikám, kétszer jelezte. DC, meg tudod nézni? Most nem tudom megnézni, DC, mit írtam, majd megnézem stream után. Na, skacok, Horizon Roleplay, aki akar csatlakozni, az csatlakozhat. Na, mit kell izéljek? Mi a faszom? Újra kell indítani. Na, indul újra a 5M-em. Bárki mármint az egyik legjobb szeró. Hát figyeljetek, nem csak, hogy az egyik legjobb szeró, véleményem szerint is a Horizon, hanem az egyik legrégebbi magyar szerver. Szóval, hogy nagyon nincs nálunk régebbi magyar szerver, max a VL-es amúgy. Szóval, hogy... Szóval, ja. Nem akarod Csubikát kiszedni közmunkáról? Én nem szedhetek ki játékost, ne arra ugyatok. Nem én raktam be, akkor nem nagyon. Második alkalommal voltam nő ma hiba miatt. Nem értem, Ádám, milyen. Megy még a VLS? Hát igen, azt mondtam, hogy a VLS talán az a legrégebbi vagy a szerver. Sokat nyomtam én is, látok, soha mai napig megvan mindenem a szaron. Na hát várunk vissza, Márk. De megy még a VLS. Igaz, kevesebb létszámmal, de megy, igen. Gyerekek, nem tudom ki Szalai, meg ilyenek. Nem vágom, basszus kulcs. Én úgy tudom, hogy ezek az emberek bannóval vannak, ilyen Szalai, meg ilyesmi. Vagyis én amikor úgy hallottam. Na megcsinálom a frakciót. Ha hitem ruhát felveszel, bugol az egész és nő leszel. Ha hitem ruhát. Na. Csinálj már róla a videót, Éci, és akkor megnézem. Ronaldo, Messi, Ronaldo, DVS címes. Hogy kikerült meg a többi? Azért kerültek ki a mezek, mert voltak problémáink a ruhákkal, és akkor ki kellett szedni sajnos a mezeket, meg mindent is, szóval, hogy
most megint ugye át, ugye a ruhavásárlás történet meg sztori, szóval emiatt kerültek ki a ruhák. Hol mutassam meg? Hát csinálj róla a videót és írj róla a tiketet, és akkor meg fogják nézni a fejlesztők. Észről jó gyerek? Eszről, mi? Nem értem Bálint. Szia Bence! Bocsánat, a spammelésé kretére gondoltam. Milyen kretére? Szikra? Vagy milyen videóra? Ha leírod pontosabban, akkor szívesen válaszok, de én most nem tudom mi. Szívesen a munkás vagyok, jöhetek veletek, mert FK gyan van rajtam. Ú, Móni, tudsz nekem világos csinálni? Marcello, Balogh Robi, jaj, berobbantak itt az aimaik. Ahogy fölrobbanak a szervere, belültetek itt a Tobba, meg a Rebben, meg a Popba. Köszönöm szépen, Balogh Robinak, meg mindenkinek. Fülhallgató, de arra gondolt. Figyeljetek, megmondom őszintén, hallottam, hogy valamilyen révén crocsos balhé volt, meg ilyesmi, és hallottam, hogy a Regi csinált egy zenét, de megmondom őszintén, hogy hogy én azt a zenét még mindig takarodj már innen a kurva életbe. Gyere, veled vagyok. De onnan tudod, velem van. Na várjátok, de még gyorsan válaszok, és akkor utána megcsinálom azt a frakit, meg a Móni leírja. Szóval arról a rossz zenéről. Nem hallgattam meg a zenét, megmondom őszintén, láttam, hogy vannak ilyen reakcióvideók, meg TikTokon is szembe jött velem egy-két ilyen dolog, de inkább YouTube-on. De nem néztem meg egy ilyen dolgot sem, meg ilyesmi. Megmondom őszintén, annyira nem érdekelt ez a dolog. A másik, hogyha valami olyat csinált a Regi, akkor nyilván neki privátban el tudom mondani, hogy szerintem kurva gáz volt, vagy kurva fos volt, vagy kurva kellemetlen volt a dolog, és valakitől kaptam Frész Zsoltitól egy korgit, nagyon szépen köszönöm, Frész Zsolti! Csókoltattak, szóval hogy elmondom neki privátba, de én nem fogok róla köpködni, nem mondok róla rosszat. Nekem a Regi nagyon sok videómat felvette, itt akik tőlem nem messze, sokat segített nekem. Attól függet, hogyha tényleg valami olyat csinált, mondom, nem láttam a zenét, szóval nem tudok véleményt alkotni, akkor nyilván elmondom neki privátba, hogy gáz volt, vagy én ilyet nem csinálnék a helyedbe, vagy ezt a vonat inkább engedd el. Oké, de most én emiatt nem fogok rá köpködni, mert nekem azért szerintem, hogy valakit nyilvánosan úgy, hogy valaki a haverod és hátba szúrni, az patkánság. És engem már szúrtak nyilvánosan hátba, úgyhogy azt hittem, hogy valaki a barátom, és csinált rólam egy YouTube videót, úgyhogy elvég jobban voltunk, meg volt kollégám volt, és kurva szarul esett, szóval én megfogadtam, hogyha bárki, bármilyen ilyen barátom, aki benne van a közösségi médiában, és csinál valami rosszat, akkor inkább elmondom neki privátba, de nem fogom hátba szólni. És szerintem ez a korrekt. Nem akarsz új rókákat? De lehet. Na! Kiszúrt hátba? Hát ezt tudjátok mindenki. Még annó az Osvár Zsolti amúgy szúrt hátba. Véleményem szerint nem volt velem korrekt. Ennyi. De ez már nem egy mai téma, majdnem 5 éves téma. Amikor Twitchről el lettem távolítva, és ez részben az ő miatta volt. De megértem, de komolyan gondolom. De nem tudom, de mondom, nem láttam a videót, megmondom őszintén, de majd akkor rá fogok nézni, majd valamikor. Tesó, ránézel a zenére, átgondol a dolgokat. Hát nem fogom átgondolni a dolgokat, mert nem fogok senkit se hátba szúrni nyilvánosan, szóval, hogyha meg is van a véleményem valamiről, és úgy, hogy az a haverom, nem fogom még streamen se leszídni, vagy lepatkányozni az embert, szóval ja. Na, skacok, elkezdem. Mónikám, itt vagy Móni a csöten? Akkor elkezdem itt a dolgokat, és akkor most meg fogom nézni valamikor, jó? Fasza, noclipből ki kell lépjek. És akkor elkezdem itt a dolgokat. Csak kéne nekem itt a dolog. Beszállítsábolsz a frakcióba? 283-as, és akkor csinálunk majd egy ilyen izét. Köszönöm Szikra a dolgokat, meg Darmo Oliver. Vágjuk Alton csoportosan. Mi? Nem értem. Soma frakció név? Itt mi a fasz van? Most az a frakció név, vagy Soma? De miért van nálam 1 millió? Ja, a frakcióban van 1 millió. Már bent vagyok, de nekem nem ír ki semmit, Móni. Na mindegy, elviszek innen egy kocsit.
egy hírem. Na nézzük meg közösen, milyen ez az új frakció, én azt mondom nektek, skacok. És akkor utána csinálunk egy jó kis tag felvételt. Most már be vagyok, gondolom akkor ez lesz a HQ, nem? Hogyha valószínűleg ez lesz, akkor valakitől kérek egy hírt. Ó, csak nem írtam a C, természetesen ügyetlen voltam. Alberti a Baldasz? Már bent vagy. Ez milyen fraki? Nem jelzi ki. Szevasz, tessem, hagyd vezessem azt a rákot. Gyere, főnök. Te vagy Tibi? Én vagyok az. Na jó van, Tibi. De be van már zárva, mindig becsukod előttem. Hát milyen ember vagy, nézzenek oda. Na, na figyelj, Tibi. Ú, Morekáncsi. Haló. 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 Jöhetek. Na várjál, most szólj már rá mindenkire, Tibor, hogy most ne jöjjön még sehol senki. Én nem szóltam senkinek, mert most jöttem. Most még ne jöjjön senki, mert most még meg kell csináljam, elmondom. Jajjaj, Tibi! Hát mit csinál ez a kocsi? Azt a rohadt! Jó, a fejem! Jó, hogy azt át kell váltsuk ezt a kocsit, én azt nem szerettem az F40-t, az nem az én kocsim. Ezen nem vagyok jó. Mi ez a fraki sztoria? Mindjárt arra is válszok, skacok, csak legyen jó. Most nem tudok fölvedni, Olivérem, mert most még, most le kell rázok itt mindenkit, mert meg kell csináljam itt a jelentkezőket, és akkor odahívom. Jó. Mónika, de mi az a frakció neve, hogy Soma? Nekem azt jelzi ki, hogy Soma. Vagy nincs munkám, vagy mi az, hogy Soma? Ezt nem értem. Soma adminba vagy. Ja. Na gyere. Nem voltam adminba, basszus. Lerakom addig szájként. Nem vagyok adminba, skacok. De mi az? Az van odaírva, hogy Soma. Jaj! Nem kívánnak lenni ilyen. De abba nézd, nem ír ki Móni semmit. Azt írja ki, hogy Soma és... Szia majom! Szia majom, szia szia. Lehet a Ragnar. De a frakció nevet ki se írja ott jobb felül. Na várjál, mindjárt majd megnézzük. Na, gyere Tiborc! Sziasztok! Sziasztok! Mit csináltok? Mit csináltok? Megyünk csajozni! Na! Ezt tudod ki volt, Cicis nénik! Ez a Cicis néni volt? Igen! Na várjál, jó van, majd Cicis néni, de leteszteljük, csak most először itt a frakciót össze kell hozni. Képzeld el, hogy összejött minden. Igen. Beszélgettem mindenkivel, most már a következő lépés az az lesz, hogy föltörünk, mint a talajvíz, elássuk a korreónésokat, és utána folytatjuk a Lost MC-vel. Szóval, hogy visszavágunk nekik. Visszavágunk a Lost MC-nek, mert nem voltak túl korrektek, meg ilyesmi. Szóval, ja. De majd szép lassan megyünk tovább, fokozatosan. Ne gyere nekem, te barom geci. Szóval mindjárt megcsináljuk a dolgokat. És akkor csinálunk egy ilyen közterületen egy tagfelvételt, ahol már egy-két olyan ütőképesebb embert, akit ismerek, vegyünk be, hogy legyenek testőreim, érted? És akkor tudunk tagfelvételt csinálni, és akkor itt a fejemben lévő úri emberek, meg mindenki, ha úgy van, fog nekünk tudni segíteni. Az a jó, hogy olyan helyet intéztem, hogy közel legyen a Humához, és közel tudjunk elmenekülni mindenkihez, jó? Jó. Oké? Okay. Elvileg jó lesz minden, megmutatom most a székelyét a helynek, hogy néz ki, mire kell számítani, körbevezetek. Még én is most látom másodjára a helyet, egyszer már láttam, és akkor innen megcsináljuk az akciókat. Protip, ha nem kerülsz be közül, akkor nem kell dolgozni. Ez egy protip, igen. Xbox-on nem lehet csatlakozni sajnos a szerverre, PC-kel amúgy. Szóval, ja. Köszönöm szépen a dolgokat, nagyon szépen köszönöm itt az anyjaikat. Hallod, főnök? Igen. Az UB lapok mikor lesznek elolvasva újra? Hát az a fejemben lévő UB lapok? Hát az majd akkor lesznek elolvasva, az a gond, ide be tudnak bászni, mi a gyökerek. Kell kerítés. Ja, na. Majd intézik. Darma, jól köszi az ajándékokat? Hú, de dizájnos lett, uram. Hát tudom, ezt intéztem. Komoly kocsikat is intéztem, ez itt az irodám, gyere be! Gyere be! Ezt intéztem! Azt nem mondta, hogy nem VIP! Hát ez VIP. Na, ha VIP, akkor VIP! Hát én mit intéztem? Hát ez nagyon kemény. Na, itt is van, itt szoktam lökni a nőket, ide viszem itt a gorilla néniket, itt te! Komoly, mi? Kemény. Na gyere!
Kemény a spány. Olivier, nem feledkeztem meg. Itt a másik iroda. Itt a izé. Nézd ki, is lehet itt menni. Azta. Itt kinyitod. És akkor itt látod, de nézd izé. Óceán, ránéz, ez tiszta olyan, mint Monaco. Monaco, látod a tengert, egy medence. Egy per egy Monaco City Center. Mert meg be vagyok szedzsabóva, skacok. Összefolyva még Portugália is. Kicsit maderás? Nem, nem maderás az élni. Na már nézzük följebb. Ajjajjajjajjaj, pofára estem. És tudod, hogy kinek volt ez a háza? Na? P. Didinek. Pub Daddynek. Pub Daddynek volt a háza. Na várja, nézzük meg. Na. Itt, hogyha büdös a pofád, meg tudod mosni. Ha szaros vagy, le tudsz fürdeni. Itt meg van zuhany rózsa is. Frakció neve, szerver resi után lesz jó, meg rangok is. Jó, oké. Szerver resi után. Oké, jó lesz az. Na né, lehet ez lesz itt az iroda? Lehet kaszinózni. Hát ez vagyok, ezt intéztem. Na ez itt az iroda, és nézd, kit raktam föl. Az igazi! Az igazit fölraktam a falra, tesám! Na. Hát ez kemény. Ezt nézd, a szép, remélhetők. Tele van a szép is. A nagy semmi. Mi a... Vaj, na itt az irodám. Én vagyok benne, főnök vagyok. Tégen most főve... Vannak járművek. Viszont akkor rendelek kocsikat. De csak frakció pénzből lehet venni? Nem tudom. Nem voltam még. Majd meg kell várjál. Jó, elveg a garázsba megjelenik, ezt én sem tudom, hogy van. Na mi a tajszámod? 266. 266. Megvagyunk. A líder pozícióba vagy? Nézd meg. Hát nem nagyon tölti be a neved, de azt jelenti, hogy újjont. Nézd már meg még egyszer. Jó van, Oliver, még nem vagy itt, még nem döntöttek a nézők, hogy azt izé. Azt írja, hogy újjont. Aha, várja, tagok. Nem, főnök vagy, azt írja. Főnök vagyok? Kicsit eljefokozzak, hogy most jelezze valami. Aha, jó, elméletben bele tudok nyúlni a szépbe is. Jó, oké, akkor mindjárt. Mindjárt csak vagy. Gyerekek, várj egy kicsit, hogy beszéljek itt a fejemben. Skacok, nyugodjatok meg. Resi után lesz majd jó a rang, meg minden. Most nem jelzi ki nekem. Csak most ki kell írni, hogy felvételt. A frakció neve, most kapaszkodjatok meg. Elmondom, mi lesz. The Expendibrus, a feláldozhatók. Szóval nagyon sok olyan tagot kell intézzek a frakcióba, aki feláldozható lesz. Hol csináljam a tagfelvételt szerinted? Szerintem? Azért nincs. Amúgy el, tudod hova? Megvan. Esküszöm. Csíriát teteje. Főnök, Csíriát annyi, teteje. Külsősön esetleg ott is ám tudjátok. Majd azt majd igen, de majd, majd kell nekem egy olyan alíder, aki intézi azt, nem tudom, hogy számítatok-e rád arra, hogy egy olyat intézek, hogy te majd ráadogatod az emberekre a rangokat, a Mónikával intézed ezeket a dolgokat, kiről kell leszedni a rangot, kiről kell, ilyesmiket. Jó. Jó, ezt még majd meg. Látod, Máté? Jó, ezt majd beszéljük meg. Én ebben nem vagyok annyira jó. Majd kell akkor nekem egy ilyen olyan ember, aki a kezét elzér. Na, gyere! Jó. És akkor elkezdjük HTVT meghirdetni, jó? Elkezdem meghirdetni. Na, HTVT. Figyeljetek! A Mont Chiliad tetején a The X-ben Double, a feláldozható, hívjuk magyarul feláll. Dolzhatok nevű legkomolyabb illegál csapattak felvételt hirdet. Na elkezdtem hirdetni, na gyere! Mi a fasz kerestek itt, buzik? Mi a fasz kerestek itt, kis buzik? MG-seket nem veszek föl! Na! Mont Chiliad tetejére jönnek itt a jelentkezők, jó? Jó. És ott segítesz majd nekem, Tibi, van nálad fegyver? Van. Jó, legyen nálad is. Mert hogyha úgy van, nekem is kell. És van nálad kábítószer? Ajjajajajaj. Az én agyam is kisült. Jó vagy, Tibi? Hát jó vagyok. Oké. Jó. Na figyeljünk közben, hajrá, úgy te így van. Gyerekek, frakciójumposok ne jöjjenek, léci, már azt nem tudom fölvenni.
frakciójumposokat nem tudok fölvenni egyből. Majd akkor, hogyha lejárt. Hetente majd ezt tag felvétel. De első körben majd szűrni kell a brigádot, mert nem akarok ilyen óvoda csoportot. Na jó. Mondj Csidjádra, kihirdetem, hogy itt nyomjál telefonon is egy üzenetet, légy szíves. Egy HTVT? Nem egy HTVT-t, egy telefonos Twitter üzenetet, légy szíves. Nem, én Twitterem meg. Akkor jó lenne, ha lenne. Na gyere! Ebben a kocsiban van valami, mert akkor nem, nem teszem be. Baszki, permát fogok, de akarok menni így szedni. Mit csinálsz, Tibi? Haló? Dick, van minden oké? Okay? Ha, faszi. Haló? Haló, Tibi? Tibi? Haló? Haló, mi a grák? Egye meg az agyadat. Ezen egy, de ma is van. Tibi, mi a faszom van veled? A rák egye ki! A fejedet. Itt vagy? Itt vagyok, basszom az adát, vagy a szádat. Nem tudom el... Ja, itt nem tudom elővenni a fegyvert, nem? De nekem nem mozogsz-e? Nálam se. Te levegőben olyan vagy, mint egy bábú. Hallod? Na most jó. Resizned kell. Mondom. Húha, jaj, én is, jaj. Húha, mekkorát taggoltam. Én is. Jó, gyere. Oké, Tibi, gyere. Na gyere, van ilyen izém. Sokkot kapott Tibi, meglátta a kárszeget, a sokkot. De hogy kaptam crash kaszok. Na gyere! De írd ki telefonra a dolgokat, Tibi! Jó. Jó. Móniti, tudtok szavazást indítani itt a cseten, vagy nem tudtok? És kacok, a 30 ezer lájkot érjük már, kérek szépen mindenkitől. Segítenetek kell. Melyik az a Twitter? A telefonodat nyisd már meg, te analfabéta! Ja, megvan, de és melyik az? Hát melyik? Akkor valamelyik ott vannak ilyen hirdetéseket földet? Megvan, megvan, X, majd, megvan. Majd tagfelvételhez kell, majd tagfelvételhez kell, Endrém. Szóval majd tagfelvételhez kell, hogy eldöntsük, hogy ő jöhet a frakcióba, vagy nem. Mert a nézők döntik el. Jó, köszi Floki, királyság. Na. Közben 30 ezer lájkot érjük el, skacok. Mert a C negyedik ligában vagyok. Az a valósom a testvér, hogy permán van, pedig olyan sót csinálni, gatya. Hát a zsombikám, miért van permád? Mi van permád, zsomborom? Most kezdjük, Csabi jöhet. Na. Oké, és Csabi jöhet. Mi a fraki neve? Feláldozhatok. Móni, majd átírod inkább magyarra a nevet, hogy feláldozhatók legyen, ne de expendibus. Mely magyarossal szeretem. Akkor majd írám, zsombi, azt majd megnézem. Na. Na, már lehet, hogy itt tesztek a jelentkezők. Na, itt tesz, nézd. Írtam Twitterre. Ez lesz az irodám, nézd, tesa. Látod? Jó. Írtad Twitterre? Igen. A feláldozhatók csapat, jó? Ide, nézd, tegyem ide a kocsit? Na, innen nehéz lenne le. Aj, de én, mi az, hogy nehéz? Hát én megcsinálom, de. Figyelj. Hogyha leteszem, mit adsz? Nincs mit. Na. Szállj ki! Ezt is intéztem, tesá. Na hát gyerekek, itt lesz a tagfelvétel. Na, hát gyerekek, milyen izét csináltam. Itt van egy ilyen dobozom, nézd. Elkezdek keresni egy dobozt. Gyerekek, a jobbak mindig válság. Itt vagyok természetesen, miért ne lennék itt? Jó. A jobbak vásárolnak mindig mindenfélét. Figyeljük, jó fegyverládát. Nem találjátok a szavazást, kacó? Hú, az jó lenne megtalálni. Na, nyitott egy jó kis fegyver. Darkus 500 ezeré megveszi. Mit? A fegyver? Ha. Na ez milyen az fegyver olyan? Ez? Az OP. Ez jó. Ez mennyiért veszi meg a Darkus? 500 ezer. Hagyjad már. Ha meg van egy kis pisztoly a VM, azt is. Igen. Ilyen jó keres ja. A kis buzi. Jó, akkor majd írám, zsombika, majd megnézzük. Van napi bónusz. Per napi bónusz.
De ja, még 40 percet a városba kell tölteni. Milyen szavazást indítsunk? Majd ha jönnek. Most felrakom a hirdetést, kacok. Én azt hittem, hogy itt lesznek a jelentkezők már. Milyen lassúa? Ott van itt a legkomolyabb, már jön! Ej! A főnök! Álló! Ide kell, itt szép sorba álljanak meg az emberek. Na, már érkeznek itt az emberek, ez az! Szép sorjába! Majd ezt jó frakcióruhánk is. Te vagy az Tisztelet. Jó van. Szép lassan álljunk be. Ki volt itt előbb? A fehér ruhás. Michael Jordan. Hello, hello. Na várjál, Michael Jordan. Csak addig, addig érem, téged ismernek, menj egy kicsit. Gyere, Michael Jordan, ide jó. Ide kérek szépen, épp ide elém. És na, mutatkozz be kicsit. Hello, szia, én Michael Jordan vagyok. Értem, nagyon jó. Mit lehet róla tudni, Jordanem? Szia, Szandikám. Nem tudom, azt, hogy szeretem a... A faszt! De beszélj hangosabban, Jordan, alig hallunk. Szia, Szandikám, szia, szia. Beszélj már hangosabban, Jordan, mi van veled? Halló! Most már hallak, szevasz, szevasz. Na, halló. Na, mondj már magadról pár szót, hogy megismernek a fejemben lévő úri emberek. Igen, igen, igen. Szeretek golfozni, sokat járok. Egyébként. Hát, ezen kívül nem túl sok mindent most így. Hogy lősz? Hogy lövök? Hát jól lövök elméletben. Tanúsítom, tanúsítom. Na figyelj! Figyelj, én nagyjából téged ismerek. Tudom, hogy te egy komoly ember vagy. Én megszeretnék itt az illegális területen ragadni komolyan, és az alvilágot fölhúzni a legkomolyabb szinteken. Nem tudom, hogy mennyire számíthatok rád ebbe, Jordan. A alvilági énem az egy másik énem, az nem a Jordan. Én értem, de hogyha ilyen komoly dolgokba beleviszek. Csak hogy most itt én úgy hallottam, hogy itt valami kajádában van felvétel, nem? Tesó, én nyíltapokkal játszok, faszi! Drop dealerek, fegyvercsempészek kellnek innen nekem, gyilkosok! Rendben, mikor kezdhetek, főnök? Amikor szeretném, megkérdezem itt a fejemben lévő úriembert. És szólok így a jó istenekhez, hogy mit mondanak, hogy legyen egy örgés, vagy ne legyen egy örgés. Indítjuk a szavazást! Jordan kell-e a csapatba, vagy nem? Köszi így szapaj rózsát! Valaki tud indítani szavazást, kacok? Indul a szavazás! Feláldozhatók! Indul a feláldozhatókba a szavazás! Hogyan nyitom meg ezt a rákot? Szavazok! De várjál már, hát én tartozok családba. Hogy érted, hogy tartozol családba? Hát úgy értem, hogy egyébként munkás vagyok, taxis vagyok. Hát akkor faszén jössz ide! Hát csak ide akartam nézni. Hát de most Tibi... Azt hittem, hogy valami kajádában felvétel. Tibi most... Ő nekem tényleg kellett volna, hát őt ismerem, ő stabil. A mellékállásba bármikor tudok jönni. Na, nem tesó, nekem most itt komoly emberekre van szükségem. De tényleg olyan komolyakra... Kössünk szövetséget. Jó, olyan tehetséges, de azt majd nem most, mert most nekem tényleg... Mert most nekem tényleg föl kell építsem ezt a dolgot, mert nagyon komoly dolgot akarok összehozni. Jó, Jordan? A szövetségre számítok rád, oké? A szövetségről lehet szó. Jó, mert amúgy én fölvettelek volna, mert tényleg... Taknyos stabilom. Elemért ismered? Kit? Taknyos elemért. Nem, ki az? Hát ő a taxisok főnöke, majd megismered. Jó, oké. Jöhet a következő. Tisztelet. Tisztelet, mit kell róla tudni? Oliver vagyok. Mutatkozz be pár szóval. Oliver Sins vagyok. Igen. Jelenleg munkás. Most a kajón éltem az életemet, gyakoroltam. De böldöztem. Extránsz ki vagy? Egy helybe állj már meg. De tényleg állj már meg, mi mozogsz, bazd meg. Most kajóztam sokat, úgyhogy most benne vagyok abban, hogy lövök. És áldozom magamat a csapatért. Én? Át 175. Na. És az izét, a kajó lévő lövési iránytűd mennyi? Úgymond a KD-dra gondolok. 1-2. 1-2-es. Az milyennek számít? 1-2. Nem rossz. Jó, figyelj, és még mi van? Valami speciális dolog, amit tudni kell rólad? Feláldozom magamat bárkiért. Tudsz petet főzni?
Nem főztem még. Nem főztél még, jó. Oké, és figyú. Lejár itt a következő szavazás, itt végét nyomok. Akkor Oliver Sinsről nyissunk egy újabb szavazást, kedves uraim és hölgyeim. Oliver Sins, OCker hány éves vagy? 23. OCker 23, az jó, az jó, nem Tibor? Stabil. Stabil, jó. Kedves fejembe lévő úri emberek, Laci, köszönöm GG-t. Jó istenekhez szólok, nyissuk meg a szavazást, hogy Oliver Sins kell-e vagy nem kell-e. Nyissuk meg, felvegyük a frakcióba. Jó. Oliver Sins, más néven pornósztár. Igen, igen, igen. Igen, Sins Oliver, jó. Köszönöm szépen, Endrim. Egy perces szerencsére a szavazás jog. Jó, 93%. Mi a kedvenc ételed, öcskös? Nekem? A spagetti. Jónak tűnik. Ahogy a Milánó is sertésborda. Fú, de utálom azt. Na jó, van akkor. Tényleg, jó borzaska, egy mátrai borzaska. Nem szeretem a sertésbordát. Jó, eddig úgy néz ki, elmondom neked, hogy 95% szavazott rá, hogy fölvegyünk téged, 60 ember. Kis Kincső, köszi az ajándékot. Nagyon szépen köszönöm. Jó, mondd a tartságodat, hogyan kell frakciópanel, ahogy föl tudom használni? Gyerekek, mi az izét? Hogyan tudom fölvenni a frakcióba? Valaki... Meg is a rózsa. Ez az, jöhet a rózsa, így van. Jó, föl vagy véve, Oliver Sins. Gratulálok neked. Extranskiba. Köszönöm, akik leadták a szavazatot, köszönöm itt a lájkokat, meg mindent szerintem is. Szerintem túlozzuk túl. Nem? Jó, ne túlozzuk túl. Valaki segít, hogyan kell fölvenni a frakcióba? Itt van valaki? Oliver, köszönöm szépen. Oliverrel még itt is nyomja nekem a rózsát. Hú, valaki tudja, hogy hogyan kell fölvenni? Csak frakció. Vagyis ott a helyszínen tudjuk fölvenni az embereket? Na akkor Max beáll ide és akkor... Jó, figyelj! Legyen az, hogy állj ide, fő vagy véve, és akkor jön a következő ember. Ne boxoljál már, kutya! Na. A következő lépjen a főnökkel. Igen, lépjél. Na várjál, meg vagy, várjál, marad. Mi a tajszámod, Olivérem? 78. 78. Először szedd össze a gondolataid. Igen, na meg vagy, Olivérem. Na figyelj, hogy hívnak téged, Tökös Mákos? Kalapos Joe-nak hívnak. De lépj előrém, légy szíves! Ha hozzád beszélek. Kalapos Joe, mutatkozz be, mondom most először, mutatkozz be, hogy hívnak, mivel foglalkozz. Mit csinálsz már, geci? Várjál, várjál, ne állj belém, ne állj belém, ne állj belém. Viselkedjél már, Oliver! Várjál. Na. Elnézést, csak itt még rendet kell teremtsek. Mit kell rólad tudni? Haló? Hát, amit kérsz, azt pedig megcsinálod. Látod? Lásd csodán. Várjál, mennyi a kedvenc számod? A kedvencem a 283-as. Köszönöm szépen itt a rengeteg ajándékot. Jomzi, szomszéd gyerek. Tudtam, de még van egy két autónyi, uram. Két autónyi? Hát kettő vagy egy autónyi még fix van, meg van. Az milyen az ember? Cold camp, drog, kábító. Te egy illegális forma vagy, ugye? Ez így igaz. Zsombi, köszönöm szépen. Jó, ezt figyelj. Ezt már szeretjük. Ez figyelj, ez azt így 4000. Á, 50 gomba. Már meg is teltem. Jó, jó. Figyelj, én azt mondom neked. Két autó, azt hiszem. Vagy egy biztos van. Én értelek. Nagy kaliber, kis kaliber. Figyú faszi, én azt mondom neked, hogy én ezt már szeretem, utána a kunyizó emberek, utána azokat az embereket, akik így kunyizgatnak, meg ilyen trehányok, úgy mondom neked. Attila Berki, köszönöm szépen a dolgokat. Köszönöm a rózsát. Szóval tudod, utána egy trehány szarokat, úgy mondom neked. Értelek. Na figyelj ide. Mondj még pár dolgot így magadról, jó? Még gyorsan. Hát, szeretek én is kajón lenni. Figyelj, kajón, hányas így a célkereszted? Hát nekem? Igen. Jelenleg a Kádira gondolom. Egyes, mennyi? Jelenleg egyes, de... Nem rossz az. Amúgy volt kettes. Jó, figyelj! Sokat meghalt. Most megkérdezem itt a fejembe lévő isteneket. Az istenekre fogok hagyatkozni most. Jó? Rendben. És az isteneket megkérdezem, hogy alkalmas vagy-e arra, hogy a feláldozhatók tökéletes tagja legyél? Érted? Mondd a nevedet, és indítom a szavazást. Berki Attila! Neked köszönöm szépen a 35 darab rózsát. Vagy annál kalapos többen. Kalapos Joe vagyok. Kalapos Joe. Kalapos Joe-ról szavazunk, skacok. Én nekem nagyon... Figyelj, Joe, nagyon szimpatikus volt nekem az első körben, hogy te
ilyen kedves gesztust létesítettél, hogy hoztál nem tudom mennyi fegyvert, meg ilyeneket, ezeket átbeszéljük. Most én, mivel én azt szeretném, itt a fejemben nagyon, nagyon sok hangok vannak, meg barátok, istenek, mindenek, ezért rájuk szeretnék hagyatkozni. De én azt mondom neked, hogy nekem ez a gesztus eddig szimpatikus, amit te most jelen pillanatban képviselsz, és jelen pillanatban csináltál, és ajándékoztál nekem ezt a sok fegyvert, jó? Meg köszönöm persze, szépen. Ugye, ha golyófogónak, ha kell, előid megyek. Na látod, parasztokat is keresünk mindig a saktáblát. Valaki írja nekem itt a fejembe, hogy beszélni se tudok. De képzeld el, nem tudok beszélni, és 300-an néznek. Milyen kurva jó vagyok, nem? Van egy barát. Igen? Csak nézd rá! Lilába van. Hol? Hát az előbb lilába volt. Ez így igaz, csak levette. Na mindegy, figyelj, faszikám! A tagfelvétel sikeres volt, azt mondom neked. Ja. Hogy ez gratulálok, föl vagy véve. És most akkor még itt megcsinálom itt a dolgot, 190-es, ugye? Hát ez így. Jó, föl vagy véve, állj ide hátam mögé, oké? Oké. Következő. Nincs sajnos telepítő CD-m. Várjál még, hagyj egy utolsó kérdést. OC, te mennyi idős vagy? Én 16. Na látjátok, skacok, 23-16, te mennyi vagy? Mi az alsó határ? Nincs alsó határ. 6. Én? Tibi, te mennyi vagy? Én nem akarok hazudni, testvérem, 18. Na, figyeljetek, mert milyen jó. 23-16, 18, én 30, te mennyi vagy? Ez jó. Hát én 22. Na, figyeljetek, mindjárt csinálunk egy izét, akik mondják, hogy csak kovicsokkal játszol. Kurva anyád játszik kovicsokkal. Na, figyelj, ki vagy? Károly Nagy. Károly Nagy! Miért szeretnél jönni ide a feláldozhatók csúcsszuper csapatába, hogy részt szeretnél venni arra, hogy feledülnön ugyan az illegál részeg, az illegál hegy, és a legnagyobb, legkomolyabb maffia bandita csoportot létrehozzuk, amire még a keresztapa is fejet hajtana. Na, mesélj róla. Hát igazából azért, mert már szeretnék egy normális családba jönni, amiben voltam, eddig illegálikba. Egyikbe sem voltak benne egy semmi. Hát igazándiból azt kell tudni rólam, hogy egy nap két bankot szoktam kirabolni egyedül. Állj, de Károly vagy! Szó szerint mi a neved még egyszer? Károly Nagy. Károly Nagy, egy irigyelm, össze fogsz esni. Károly Nagy. Károly Nagy, a nevedben is benne vagy, mert bankrabló vagy, te egy Károly Nagy. Na kérdezz akkor tőle. És a Károd Nagy? Na látod? Na figyelj! Mondd még nekem, hogy mit kell rólad tudni, miért tennél hasznos nálunk, itt a csapatban. Miért kell azt érezem, hogy te fellendítenéd a mi kis szakköreinket, a kis mi maffia családunkat? Igazándiból jól lövök. Hányos a lövő célkeresztet a Kajó Perikót? Az jó kérdés. Nem szoktam annyira. Jó, nem szokott. Akkor nem tudjuk, hogy jól lősz. Új család, aha. Zombikat ölni szoktam. Tessék? Zombikat ölni párszor, akkor kell. Jó, oké. Na, figyelj. Meg még, hogy jó vagyok csapatmunkába, bármikor eléd ugrok, ha kell, megmentem az életedet, és ennyi. Jó, figyelj, megkérdezem itt a fejemben lévő is, igen. Az a probléma, hogy én ki akarok lépni, vagyis hát már írtam is, csak nem válaszolnak vissza. És ez a nagy probléma nekem. Hát figyelj, Károly, hogy most ezt... valaki ki tudna engem rugatni, de akkor is... most meg is venném a fák a fejemben lévő frakció gyankot. Akkor itt lehet, hogy a fejemben lévő Mónikát föl kell keresni, hát, itt a dolgokat. Ne, hát már írtam neki, és azt mondta, hogy holnap tud valamit intézni, mely napot viszont kell válni. A Mónikára írjatok rá, hogy rátok legyen kérve a rang, jó? Applikáció? Igen. Jó. Na figyelj ide, akkor az hogy intézd el, de még a szavazatot elindítjuk. Kedves istenek, kedves fejemben lévő moderátorok, indítsuk el a szavazatot Károly Nagyra, és bocsássuk rá az úrakat akaratára, a nézőkre, hogy mi legyen a sorsa. Szóval Károly Nagyról, ti döntötök! Most! Károly Nagy, téd a színpad, győzd meg a nézőket! Hogy miért kell ezt nekik? Károly Nagy, Koreszka! Kell Koreszka is mondja, Bed Márkot! Hallod, Károly Nagy, itt vagy? Itt vagyok. Dönts, akkor nézőket, kérek, káprászos te, hogy mi kell ezt nekik. Azért kellek nektek, mert vicces vagyok, meg jó fej vagyok, és nyomjátok a tap-tapot. És büdös a pofád is. Nem. De. Akkor... De érzem, tesó. Mossál fogad, büdös szájú!
Na, figyelj, eddig jó. OC-ker meg akarom kérdezni, hány éves vagy? 14. De a hangja az jó, nem? Hang az jó alap. 14 vagy tényleg? OC-ker? És a másik, hogy őszinte volt. Figyelj, én megmondom őszintén, nekem eddig ez a... Úgy veszem észre, hogy eddig az egyik legkomolyabb családom, így a megalapítás, így elég jó így a felvétel, itt van Tibi, itt, te hogy téged, hogy hívnak? Buziruhás. Engem? Kalapos Joe. Kalapos Joe, itt van Oliver, meg van Jordan, de lehet, hogy ma hozzám fogsz tartozni. Eddig esküszöm neked, hogy jók vagyunk, úgy néz ki. Na figyelj, a szavazat alapján úgy néz ki, hogy fölvettünk, gratulálok. Állj oda hátra, addig próbáld elintézni itt a kirúgást. Ne haragudj, főnök. Igen? Van esetleg kaját? Nincs, basszam ki a nyakad, de mindjárt szereznek neked. Ugyan? Na. Ki a következő úriember? Én vagyok az, Kis Gusztáv vagyok. Igen? Ki a Kis Gusztáv? Ez az én vagyok a Kis Gusztáv, egy munkás ember vagyok, aki nagyon pontosan tud célozni, nem remeg meg a keze. Hát ilyen izé, hadrioptiás szemüveggel pontosan célzol, bazd meg! Hát igen. Hidd el, meg jó. Lehet nézni. Figyelj, Jordan! 1.1-es az izém nekem. Mi lenne rám szükséged, hogyha ide jössz a családba? Hát azért lenne rám szükség, mert nagyon jól bírok élő pajzs szerepet játszani. Akkor te egy igazi feláldozható vagy, nem? Én bárkiért feláldozom magam, amiért a vezetőség azt mondaná, a főnökök. Te tudod, hogy mi vagy? Te egy igazi droid, hadrioptriás Potter kutya vagy. Igen, én vagyok a Harry Potter. Akkor varázsold el a nézőket pár mondata, hogy te miért vagy itt. Varázsold el őket. Én azért varázsolom a sertéteket, el le vagyok varázsolva. Aki még nincsen, az kövesse be ezt a remek embert. És a 10 perces sajok kövessék be az Instagramon az FRK22 profilt. Jó, figyelj. Ez is egy jó és volt. Dobjatok rám egy igen, dobjatok rám. Figyelj, én azt mondom neked, hogyha most itt meggyőzöd a nézőket, hogy legyen meg, most van itt 17-11. 32 000 like van a fejembe lévő adáson, hogyha eléred a 40 ezret, kampányolj, hogy legyen meg a 40 ezer, 4 perc alatt, akkor föl vagy véve. Jó. Rajta nyomjátok, tap, mindenki taperoljon, és akkor mindenki között, aki nyomogatta a lájkot, akközött kisorsolok 10 milliót. De mit? Rengeteg pénz. De mit? De nem szabad őket átverni. Nem, van nálam most 12 millió. Tényleg kisorsolsz köztük? Tap-tapolók közt? Jó, hát figyelj, mondjad, mert neked kell, hogy meglegyen minél gyorsabban. Hát ennyi. Mindenki nyomogassa, gyerünk. Ti vagytok a legjobbak. A legjobb közösség, azok ti vagytok. Mert akinek van módja, az küldjön pénzt meg 100 000-et. Igen. Még mondani, kéne amúgy egy feliratkozó is, az azért kéne, mert akkor megint kapok ilyen TikTok pontot. Egy feliratkozót. Igen. Fel kell iratkozni. Iratkozzatok fel. Jó, figyelj Csabi, a másik. Még OC-ker, hát mennyi idős vagy? 15. Mennyi? 15. De amúgy neki is jó a hangja, nem? Jó a hangja. Akkor figyelj, tudsz, énekelj már nekem valami verset. Hogyha ezzel meggyőz a nézőket, bármit, amit szeretnél, győzz meg ezzel bármit? A nézőket. És közben táncol, igen. Na, tánc és énekel. Na éneklek valami dzsukár zenét. Jó, és mehet közben a tánc is. Megvan közben. Mert közben a tánc igen. Is? Igen, igen, igen. Jó. Meg a szene is. Szintén nekem is ő nyerő. Nekem is ő nyerő. Kicsit fogy, de jó. A ruhája is. Na. Rendben. Akkor kezdem az éneklést. Lehet egy karaoke verziót találtam, nem, nem tudom. Baj. A karaoke verzió is nagyon jó. Na, várjunk. Megnézzük. Laza tánca fogok táncolni. Ez te vagy, Csabi. Potteres tánc. Gusztáv vagyok amúgy. Hát most már Potter leszel. Na jó. Gusztáv Potter. Ennyi. Nincs zene? Kezdem is. Jó. Mert csak intrója van. Ja? Ó, bocsánat. Most megy. Ő Gusztáv. Indul. Állatom. Béla vagyok, multimilliómos gangster. A hatalmam olyan nagy, mindenki úgy hív, hogy mester. Ha utam válsz, akkor a haverom úgy megver, hogy azt sem fogják tudni, hogy állat vagy-e, vagy ember. Közben vett a szavazás. Menjen a szavazás. Imádom a pénzem. Aki el akarja venni, azt egyből kivégzem. Kiriadt, köszönöm szépen. A pénzem boldog, én nem érzem. Vidám vagyok, aki ezt nem hiszem, az nézzen.
úgy azt mondom, a szavazás közben moderátorok. Mások a Tesco-ban a háztartási kekszet. Fú, de szar, de amúgy jó. Veszek belőle ezret. Amúgy nem azt rossz, amúgy jó fej. Pénzem, de csak jó fej, mindent megtesz. Pénzből itt nincs hiány. Ha te szegény vagy, az nem az jó, én figyelj, hibám. Potter, fejezd be kurva szar a hangod, de te mindent megteszel, ugye? Kajóperikóra szoktál járni? Szoktam. És ha tányos a célkereszted őszintén, nem baj, hogy nem olyan jó. Hát nekem jó, várjál, egy pontos, hogy voltam. Egy pontos? Jó, figyelj, megnézem, hogy szavazás hogy áll, mert még 30 másodperc, de nézzük, 86%-a igennel szavazott, szóval Potter, állj oda, föl vagy véve, ne, ugye nincs frakciód, ugye? Dehogy van, viszont ezt a nézőknek. Igen, várjál, hányos a tajtszámod, azt még mondd el. 165. 165. Mi? 165. 165 és ezt a nézőknek küldem. Tetszik nekik biztos. De még küldeszek, hát fölvetettek téged. Hát tudom, de azért. Ja? De a Csajci hölgy, a nézőknek. A Cynthiának nagyon tetszett, és csak mondom. A Cynthiának. Na, következő jöhet. Sziasztok. Szia. Nagy Patrik vagyok, munkásember. Értem, hogy munkásember vagy, mit kell róla tudni? Jól lövök. Kiópedikóra ki szoktam járni, minden héten többször. Ház megy, aha. Ennyi? Hát ez nem túl erős. Hogyha kell, pajzsnak beállok eléd, bárkinek a csapatból. Pénzt, gombákat, fegyvereket, lőszert tudok intézkedni. Te is ingyen vagy hogy? Ingyen, persze. Hát akkor miért nem hoztál ide pár? Hát, hogy várjál. Kóstolt azt a mancsal. Hát most már Ház Tibornak adja itt a cuccokat. Figyelj, eddig... Hogy meg kell kóstolni. Jó, de eddig nagyon sablon a szöveg, eddig nem nyűgösszél, de még engem se, de sajnos a kedves nézőket se. Figyelj, barátom! De most akkor hogyan csinál, nem mondasz semmit. Tehát ide jössz, szótanul, nem vagy kommunikatív, nem vagy patika, nem vagy dzsuká, most akkor mit csináljak veled? Hogyan tudsz engem megnyűgözni? Figyelj, mondj három dolgot, hogy miért... Mondj tényleg három mondatot, vagy három olyan dolgot, amiért téged érdemes a családba fölvenni. Hát én szeretnék egy nagyon jó családba lenni, ahol jó a közösség. Meg tudnak védeni, és én is őket. És egy normális főnök lenne. De miért értem, hogy jó közösséget akarsz, hogy miért? Lenne ránk, nekünk szükségünk rád. Bocsánat, én is összezavartam. Szóval, hogy figyelj, úgy mondom neked, hogy mondjuk van nekem egy kocsim. A kocsimnak van három kerek, és a negyedik hiányzik. Miért tennél te a negyedik kerék, amivel tud menni az autó? Na jól megy. Jó. Figyelj, én a fejemben lévő istenekre, Árpád Fekete, köszönöm szépen a dolgokat, bízom magam. És a szavazást elindítom, mint Stól András ebben a Szent Momentumban most, és a nézők fogják eldönteni, hogy kell lesz-e nekik, és van egy percet, hogy eldöntsék, hogy kell lesz-e nekik, vagy nem. Főnök, beleszólhatok egy kicsit? Természetesen beleszólhatsz. Szavazhatok én is most erre az úriemberre? Természetesen szavazhatsz, hogyha szeretnél. Én szerintem megadnám neki az esélyt, de nem egy összeszedett srác, nem tudod egy normális mondatot összerakni a srác, úgyhogy én nem. Figyelj! Én 10 másodperc, most mondj 10 másodpercet van, hogy meggyőzz a nézőket, mert ha nem győzöd meg, akkor itt neked kampec. Felveszel, adok fegyvert, jól tudok lőni, megvédelek, a csapatot megvédem. Hát így kellett volna kezdeni. Tessék? Hát így kellett volna, próbáld meggyőzni őket, 10 másodperced van! 10! Hogyha meg lesz, akkor kiosztok 1 milliót. De tudja, hogy ha átvered őket? Nem. Jó, figyelj! Van egy rossz hírem. Ez most nem sikerült. Viszont azt föl tudom ajánlani, hogy lesz jövő héten is megint lehetőség, egy ilyen TGF-et fogunk csinálni, úgy mondom neked, akkor gyere vissza, viszont most el kell csinálják veled egy nagyon rossz dolgot. Ha ne tudja a szöveget. Vigyétek el. Nálunk ez a motto. Elviszem. Köszönöm szépen, dugjátok el.
Nagyon ilyes volt. Vika fej! Lépj előre! Hallod Tibi? Tiszteletem. Én John Wick vagyok. Ti szavaztat! Várjál John Wick, még egy kicsit nyugodjunk meg, itt megzavarodtak az emberek. És kacok, kicsit a háttérbe csöndet kaphatnék. Tibor, visszajössz, mert John Wick megérkezett, a bikás ember. Igen, halunk. Akkor menj, figyelj, aki ilyen, menjetek el addig kajáért, piáért, szabad foglalkozás, meg minden, menjetek! Okay, mindjárt, de várj meg. Jó, na, figyelj, köszönjük. Hogy hívnak John Wick? John Wick vagyok, sokat rabolok a haverommal. Hallod főni? Fogd be a pofát, nem látod TGF-edek! Elnézést! Na. Na, figyelj, kezdjük előről, mert itt nem ismernek meg téged, gyere ide! Kezd előről, újabb esélyt kapsz. John Wick vagyok. Én vagyok a Bika. Jó, Bika fasz, vedd el a sisakot, nem látom, nem látok szemből szembe. Na, így. Oké, mehet. Újra, te vagy. Most én vagyok John Wick, ugye. Sokat rabolok. Akár egyedül, akár a haverokkal. Kaja Perikóra kiárok, de nem túl gyakran. Jó, figyelj, John Wick, kicsit szedd össze magad, mert ezzel nem fogsz elkápráztatni senkit. Azt látom, hogy azért nem egy sütnivaló gyerek vagy, szóval azért van egy kis sütnivaló. Szóval látom, azért van egy kis agyad, úgy mondom neked. Na, szóval meg szeretném tőled kérdezni pár dolgot. Miért lenne ránk, nekünk szükségünk? Sablon szöveg, de tényleg feláldozható. Lennék, bármit kér a csapat, a rablás, hogy milyen az. Figyelj, John Wick! John Wick, figyelj! Milyen tudsz nekünk szolgálni? Tudsz kábítószereket, ezeket tudsz intézni? Tudok. Biztos? Egy keveset tudok. Itt nem figyelj, kevés kell, itt sok kell. Na, figyelj, mondj, osszuk le. Három dolgok, hogy miért vagy ide közülünk. Való. Mi vegyünk fel, mondj három dolgot. Tudok lőni, bár nem olyan annyira, mint a többiek. Viszont nekem egy dolog, mi a szimpatikus Tibi. Elmondom neked miért. Mert nem fog belepofázni semmibe. A John Wick, ha azt mondom kussolsz, akkor kussolsz, ugye? Igen. Na, szóval a John Wick az nem egy ilyen szereplős típus. Azért ezt észreveszik. Szóval a John Wick abból a szempontból kurva jó, hogy azért ő nem fog ordibálni ezeken az akciókon. Tudod, hogy kire emlékeztet? Még amikor elkezdtem itt a fejemben lévő adást 1977-ben... Fogd be a pofát, takarodj hátra! Így. Menjetek hátra, légy szíves, srácok. Na és a John Wick abból jó, hogy tudod, hogy kire emlékeztet? A néma bobra, akivel utána fifázgattam sokáig, hogy keveset beszéd, de hasznos volt. Jó, figyelj, a Kajó Perikó hányos volt itt az ID-d? Egyes. Bocsát, így a KD rendszeres szerint, úgymond. Célkereszt, hányos volt. Nem tudom. Nem tudod, jó, figyelj, az mindegy. Még egy kérdésem van, OCK-er hány éves vagy? 15. Nem olyan jó. Rossz az. Jó, figyelj! Csinálok róla egy szavazás, jó? Jó. Itt a fejembe. Megy már innen tökös szaros seggű. Érkeztem főzsük. Zoli, na. Állj a hátam, jó. Figyelj! Indítjuk a szavazást John Wickről. Kérek szépen, mindenki döntse el, hogy kell-e nekünk, vagy nem kell nekünk John Wick. Én a szavazást másra bírom. Én mondom, John Wick, én annyit tudok próbálni mondani, nekem tetszik az, hogy kicsit szimpatikus vagy nekem, abban a szempontból szerintem azért te, hogyha megkérünk valamire, akkor azért tudunk használgatni erre meg arra, ugye? Így van. Jó, okés. Kicsit még meg vagy szemvel, semmi van. Na. Majd beleilleszkedik. Igen, megnézem, de mondj akkor még magadról egy utolsó 10 másodperc, hogy miért szavazanak rád. John Wick, nem fognak így rátszavazni! John Wick! Mondj már egy utolsó mondatot! Fegyvert is tudok adni. Kurva jó volt. Bárkinek. Jó, figyelj, John Wick, meggyőzte a nézőket. Munkás vagy, ugye? Igen. És nincs rajtadi jump. Nincs. Jó van. Fő vagy véve 85%-ba rátszavaztak. Állj oda!
De ki ez a... Te ki vagy? Jobb oda kínálni amúgy. Te ki vagy? Előbb jött. Elkapom az urat. Hallod? De mi a... De várjál még kicsit, barikám. Te már megint sokat beszél. Tessék? Tudom, csak el kéne mennem. Állj be a sorba. Jó, mennyi, tesán? Rendezünk. De mondom, a sorba álljál. Elkapom. Ide rakom. Dikka bolond fejű. Na, hányos volt a talszáma a John Wicknek? Ő volt 209. Itt a sorban az 209. Na, gyere ide! Elém! Vedd a maszkot, ha hozzám beszélsz! Ó, bocsánat. Oké. Na, figyelj ide! Kindergarten! Mutatkozz be! Akadás Ricardo vagyok. Igen, mit lehet rólad tudni? Hát, és miket mondjak? Fegyverbe, tölténybe. Abba tele vagyok, azt tudok adni a családnak, hogy felvesztek. Igazából jól tudok vezetni. Azt ennyi. Elbasztam a frakció felvétel. Jó vettem. Tessék? Mondjam újra az összeset? Nem kell. És mi lennél hasznos a család számára? Hát már eddig mindent, eddig amíg a családban voltam, azt eléggé boostoltam. Az mit jelent, hogy boostoltad? Hát, hogy minden rablásokban azért én hátamon vittem az egészet, meg nyilván itt nem fogom, mert itt azért tapasztalt emberek vannak, de azért sok dologba tudok segíteni, jó menekülő vagyok, ezek. Na, és mondj pár dolgot, hogy miért lennél hasznos csapattagja ennek a kis családnak. Hát már nem beszélek sokat, mindig... Amúgy el tudom rossz. Hát mindig a szituációban. Amúgy el tudom adni, kéne neki adni. Tudom nyújtani, és igazából mindenbe tudok segíteni, meg amúgy összeszedettem beszél, és kacok? Összeszedettem beszél. Jó, figyelj, és lőni azt mennyire tudsz? 10/10. Az mit jelent? Szoktál állni ilyen szigetre? Hát szigetre nem, de humán, meg ilyenek persze, jól lő. És mit figyelj, téged hogy hívnak? Téged itt, te? Már mögötté lévő úriembert ott hátul. Halló? Hogy hívnak, Béb? Az jó. Halló? Engem is lakatos Ricardónak. Ti ikrek vagytok? Hogy vagyunk ikrek? Nem, de egy családban vagyunk. Mi van, családotok? Hát nem, csak benne vagyunk, és láttuk, hogy hoztos család, csinálsz. Hát de hogyan vegyelek föl, hogy a családtagok vagytok valahol? Mi az a host? Hogy csinálsz? Hát de várjál, most várjál! Most de. Akkor mindketten családtagok vagytok valahol? Igen, de kilépünk, hogyha... De hallgatózni jöttetek? De várjál, nehogy is! Na várjál, de hogyha kiléptek, akkor is vagytok a fejetekbe ilyen frakció jump. Szóval nem fogtok tudni fölvenni titeket. Szóval akkor most mi legyen? Van mindkettőtöknél most fegyver? Nincs. Neked van? Nincs. Jó, figyeljétek, ilyet még nem csináltunk. Mi lenne, ha nyomnátok egy párbajt? Gyertek de ide? De nincs fegyverem. De mindjárt lesz. Egy midroll párbaj. Testvérek. Az akad két, menjetek arra. Fél HP-n vagyok. Jó, akkor azt is mindjárt oldjuk. Menjetek, de menjetek már egy COD, bazd, mert nem tudom odaadni nekik a fegyvert. Adjak neki drogot, főnök. Mindjárt adunk nekik, várja. Na, álljatok meg, mindenkinek adok egy tekket. Tajszám. Nekem 3.35. Figyelj már, a fogyatékos, tegye rá a seggembe, Potter geci! Menj, füves, tesz, köszönöm. Oké, na, mindjárt kapsz minden. 3.35, neked mi a számod? 2.81, ugye? 2.81, igen. Adok mindenkinek 100 darab lőszert. 3.81. Füves is adjatok a másiknak is. Adtam neki. 2.81-es. Na. Jó. Figyeljetek, szóltok, hogy megvagytok, és akkor elmondom itt a dolgokat, álljatok hátrébb, hogy lesz itt a dolog, oké? Oké. És akkor megnézzük, hogy ki a jobb. Rendben. Múgy nagy fanbolyod vagyok. Hát akkor ezt nincs értelme párbőzni, mert ő... Miért? Hát nem van értelme párbőzni, mert megnézzük, hogy tényleg ki a jobb. Na. Menjetek arrébb, s kacok, légy szóda föl. Hát... Mondan fogjuk nézni, oké? Miért nem bízol magadba? De... Itt
kemény emberek. Így van, tesám, de menj oda fő réci. Elindítom őket. Na, elmondom mi lesz. A dodog. Az a lényeg, hogy... hogy én akarom látni. Gyertek velem. Az egyik ember ide helyezkedjen el. Gyerte ide. Oké, a másik meg a izé mögé. A... már nagy szikra mögé. De mi van, ha rám robbantja az autót? Hát akkor majd te mit keresed fedezéket. Hát, hát nem vagy, nem, te vagy a jobb lövő, meg kell, el kell hozzad. Állj az izé mögé. Elmondom, rám mikor... robbantatja? Rád robbantatja, állj a kocsi mögé. Úgy fog indulni, hogyha fölteszem a kezem ott középen, jó? Megmondom neki is. Na, erre kíváncsi leszek. Úgy fog indulni, ha fölteszem a kezem ott középen. Jó, erre indul, okay. És akkor tűzparancs aktív. Na. Na megy, nézzük. Menj már innen, baszd meg! Meg fogtok halni! Megy már, megy már. Megy már, megy már, jó? Oké, na hajrá, nézzük innen. Csak lőni, főni. Mi? Tudok, jó. Tudsz. Na, hajrá. Innen megnézzük, hogy mi fog történni. Hú, miért egy sötét? Miért némított a Szabikát? Én? Én nem némítottam. Anyád, lelőtte. Na látod? Hittél magadba! Hallod, Balános? Mi van? Történt egy kis baleset ezzel az emberkével. Mert? Felejt a segíteni? Hát mert megszaladt a ujjam. Faszom, akkor vidd már föl. Jó, hát segíteni. Jó, figyelj ide! Várj, menjétek már föl, hogy beszéljek. Na. De vidd már innen a pofámból, geci! Na. Vidd el a barátodat kórházba most. És ahogy... figyelj! Hallod, amit mondok? Ahogy lesz megint TGF, akkor már ne legyetek családba, akkor gyertek, hogyha munkások akarod, vagytok, jó? Ha most kilépek. De nem frakció jump leszel rajtad, érted? Ja, értem. Tehát egy úgy intézetek, hogyha a következőre gyertek, őt meg vitt kórházba, jöhettek mindketten újra, jó? Jó. Jók voltatok. Na. Nincs több jelentkező? Nincs több jelentkező? Jó, akkor nincs, az nem baj. Elmegyünk átöltözni, megcsináljuk a ruhát. Csapat teszünk. Na, mi van, nem viszed el? De. Kell egy kocsi? Gyere, adok. Nem, nem enged be. Itt egy kocsi adok neked, gyere kis buzi. Na, fú. Kövessetek. Oda nézd, milyen kocsi. De ezek mi rossz a textúrája? Fegyver. Milyen a, milyen fegyver? Mónika vagy valaki tud nekem csinálni fény? Hallod főnök, nekem nem tölt be a textúrája. Nekem sem most. Valaki csinál nekem fényt? Hány ember lett most felvéve, mindjárt megnézzük. Gyere hozzá kocsit! Ott a másikban. Na várjál, imádkozok, legyen fény. Na várjátok, skacok? Mindjárt itt imádkozok, közben megnézem mai streamen, gyerekek. 32 darab új követő van, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a 32 darab új követőt. Dzsukel, bejátszod ébe, szóval ha valaki itt van, léci, és még nem követi az adást, de nagyon tetszik neki, az nyomjon már rám egy követést, mert annak nagyon-nagyon fogok örülni, és nagyon boldog leszek tőle. Szóval köszönöm szépen erőre, mindegyes gézen gúznak a követést egyaránt. Csak egy kis fény, Dzsukel, bejátszod ébe, hogy jó legyen minden. Szóval nagyon szépen köszönöm itt a követéseket, én vagyok Szűcsnek, Krisztián Kövesnek, köszönöm szépen nektek itt a dolgokat. Nagyon szépen köszönöm az ajándékokat, meg a lájkokat is. Reméltek a mai nap során meg ezt az 50 darab új követő, itt van Krisz is, és akkor csináljuk tovább a frakciót. Na, gyertek, kövessetek, jó? Dupla 4-esbe lefele. Jó van, dupla 4. Zoltán Károly, neked van frakciód? Én már vagyok. Faszom, jó, akkor majd meg... adod, Zoltán! Szólj! Beszélnem kell a főnököttökkel. Szia, Panda! Már? Hát mert a szövetség ügybe. Jó, na. Jelölt be a frakció, a izét, a... Oh. Jaj, Morakáncsi, ez magától megy ez a kocsi, ilyen.
Itt táncol a kocsi. Hallottok? Hallunk, bejelöltem. Köszi. Bejelöltem. Jó. Hú, de... Ajjajjaj. Gyors, ez a kicsi kocsi. Szia, fejes Ricsi. Na, elmondom a megcsináljuk a frakció ruhát első körben. Második körben megmutatom, hogy hol lesz itt a család gyülekező. Harmadik körben már meg kell csinálnom a rangokat. De még majd úgyis majd itt a frakció felvételdel kicsit jobban majd foglalkozunk, mert most nem jöttek el azok a dzsukkel tagok, akikre én számítok, és akiket föl szeretnék venni, viszont lettek új emberek, meg majd mindjárt számunk egy átlag életkort, jó? Majd ott a frakción belül, ki az az ember, akit hátul van a kocsiba és rosszul van? Jaj. Károly, hányos a tajszám? Ja, kicsit beütöttem a fejem, jó vagytok? Diksu az jó játszát, jaj, de fáj, ó! Hányos a tajszáma, ja. Nézzem már meg, kicsit el vagy maradva. Állj meg egy pillanat is. Jó, megállok egy pillanatra. 202. Éleges szálljon, közben a sebeket. Jó, úgyis itt vagyok most a... Na, úgyis ilyen mizékbe vagy. Köszönöm szépen, skacok a lájkokat is, mindjárt megvan 60 ezer lájk, nagyon szépen köszönöm. Ó. Jó van? Ó, köszönöm szépen. Jó, oké. Csak itt a barátodat kilépkényedtem. Jó van, hát igen, nem baj, mindjárt. Figyelj, ki az az... Jaj, bazd meg, mi ezt a kocsit hoztam ki? Ez amúgy egy új kocsi? Igen, de nincs árakba a fél tartozik, hogy én nem tudom, nekem átátszik. De ez egy új kocsi? Ez most jött be? Nem régen. Jó, drága. 50 ezer bevint. Kaptam egy ajándékot, nagyon szépen köszönöm. Igen? Főnök, nekem kéne kaja, mindjárt ilyen döglök. Bazd meg, ez nagyon komoly ez a kocsi. Száj. Csak várjál. Nem hegyre lett kitalálva. Mondj egy tajszámot. Jó. 2-6-6. Köszönöm szépen, csak az ajándékot. Leteszteljük törésteszt. Kicsit megrohant a dupla 4. A dupla 4 megrohant! Jajajajajajaj! Jajajajaj! Segítség! Jó, segítek! Ez a segítség! Atté! Segítség már! Morja, segítség! Hát segítek! Na megvan! Most! Ez az! A fejem. Hú, basszus kocs. Hát ezt én nekem is be... Az jó, cserélünk mindjárt. Jó, elmegyünk helikopterre. Az a biztos. Amúgy jól megy ez a kocsi. Jó. Csabisa, jó. Ne, az a gond, ez a kocsinál elmaradt a műszaki, ahogy észrevettem. Oda néz. A rák egyemen. Ma fog durrani rablás, nyugodjunk meg. Mi van a macskával? Hogy ide, ide mi lenne? Halott banán. Lefüldött. Megnéztem. Na. De mit izé? Gyertek, de ne fog rá a fegyvert, jaj, mi kell herciáskodni mindig. Kapaszkodj föl, Bratyesz! Jöhetek! Hova? A kocsim az izé, kifogyott a benzin. Bratyesz, elkéstél! Még soha nem jöttem helikopterre! Hát most se fogsz! Nincs is velünk amúgy. A helikopter szüzességet izé. Megyünk a frakció hátúra. Jó, figyelj, megyünk a bázisra. Megmutatom mindenkinek, hogy mi hogy van. Majd kell be, hallod? Jordan, kell beszéljek majd az izé főnökötökkel, jó? Majd hozzá valamikor vele egy izét. Feláldozhatok a frakciónél. Lehet mindjárt fel tudom így. Az jó lenne, kell vele beszélni. Szerintem ismeritek ti egymást. Nem baj. De mindenképpen kell. Nézd, ez az én villám. Monaco, tesó. Ez vagyok én, Monaco. Ez a monacói hely. Nézd, van helikopterre szálló, de a sztárok szoktak ide jönni, nézd. Majd meg körbe vezetek szép lassan. De ha én jól tudom, ez régen másoknak volt a villája. Hát volt, kitúltam őket. Azt a milyen jó ez. Nem, hát te adták gondolom, van kondér is. Látod, de gyertek. Ez jó, ez jó.
Én, aki Monakóba egyszer volt. Én, aki Monakóba kétszer volt. Milyen az olasz csávó? Melyikkel? Na. Gyertek, mutatom nektek a bejárt. Ne előzd már be a rák, egyek ki az agyad. Ne nem boxoljám a köcsű. Ó, de miért? Hol kell bemenni? Dick, itt nincs bejárat, kijárat, vagy mi a fasz? Előre van, előre. A rák, egyek ki. Körbe kell itt menni? Hát majd akkor itt szólok majd itt mindjárt itt az ének. Biztos, hogy ez a tiéd? Hogy érted? Hogy ne lenne? Itt hallom, hogy itt van valaki, bocsi van. Hallod főnök. Jó van, gyertek! Na, látod milyen házat intéztem, faszi? Na, ez vagány amúgy. Vagány! Kint milyen kocsik vannak? Mi? Majd vannak, gyertek! Gyertek be! Hú, hol van itt az öltöző szekrény, azt aki tudja? Biztos van valami, mindjárt körbe kell nézzek. Az utolsó az ajtót zárja be! Ne zárogass már, basszom anyád! Bocs! Na, gyere! Az utolsó zárja az ajtókat! Adjál rózsát, igen! Na van mozi is, látod? Mozi van, bazd meg! És mi megy a csillagok között? Az Expendibles! Kendér Bandi, köszönöm szépen a rózsát! Melyik a kettő vagy a három? Kandúr Bandi. Na várjál, itt nincs valami ruha öltöző? Lehet amúgy átszak? Szobd le! Na. Hol van, nem tud kimenni? Soma új bázis, aha. Meg kell keresni azt a rákot. Hol lehet átöltözni, nem látjátok? Itt van öltöző egyáltalán? Vagy ruhaboltba kell menjünk? Ne, van itt valahol. Biztos kell lenni valahol. Dick, még biliárterem is van, hogy a rák vigyel a golyókat. Nem fent? Mindjárt meg kell néznem. Mindjárt nézzük át! Új telephely, új dolgok, új esélyek, garázs, jaj de jó. Jó van. Oké, és fönt is átnézem, itt maradtam ma a moziterembe. Jó van, tesám, nyugodj meg. Itt van ruhaöltöző? Nincs. Ez az én szobám. Már az enyém, lefogaltam. Menj már innen! Itt van öltöző? Hát gyerekek, léci frakció jumppal, ne gyertek! Fraki jumppal. Hallod? Figyelj már, haver! Melyik két kocsi jött be októberbe? Nézzük már meg, melyik az a kettő, gyere ki velem! Hallja, csak meg akar mutatni, nézzük. Melyik két kocsi jött be októberbe? Melyik két új kocsi jött be októberbe, Tibi? Van még egy szoba, amit nem néztünk meg. De várjál, faszi, hol vagy? Melyik két új kocsi jött be októberbe? Kettő új autó most. Elveg most jött be két új autó. Nekem azt mondta vére. Keresni azt hiszem egy Lambó, meg egy McLaren. De várjál, mindjárt mondom biztos. Neked, hogy melyik jött el. McLaren az biztos. Itt van, igen. McLaren 650 font. Várjál, McLaren, hányos McLaren? 42K-s a McLaren, meg az M8 is. 42K-s, várjál. 40, van egy Infiniti. M8 2 N. Várjál, van egy Lamborghini Huracán Wide Body. Az nem jó. Az mellett jobbra. Az a is. BMW M8. Az az egyik, és ami alatta van bal sarokba, az pedig a McLaren 650, az a másik. McLaren, nem is látok olyan. McLaren. Várjál, azt megnézzük, az a BMW M8 jött. Oké, okay, azt megrendelem, megmutatom. Nézzük meg, hogy ez hogy néz ki, jó? Ez az egyik, ami jött itt a városba? És akkor jöjjön a következő, oké. Tudod, melyiket próbált ki még főnök? Na várjál, mindjárt megnézem. Tudod melyiket? Nem. Az 5000. Lamborghini Huracán Evo Superstar. Hol van? A ez? Lamborghini Urus mell
Amúgy a Superstar Evo meg a... Várjál, de az új októberiket pont, mert ide rendelem azt akkor. Azt mondom, az M8, 2 NG és alatta egyen. Várjál, várjál. Na most mondd, gyere ide hozzám. Itt van M8, ott van mellett az Acti, McLaren 60 és Phantom az. Igen, az. Ez a másik új? Igen, az, igen. Az a másik. Jó, igen, megrendem ezt is. Megnézzük, hogy hogy megy. A kocsi a komoly. Na. Superstar meg az Urus. Superstar. Azt mindjárt megnézem. Így a jó. Meg akkor utána el kéne menni a ruhát megcsinálni, mert ugye itt akkor lehet, hogy nincs ruhabolt, ugye? Hát nem tudom, lehet nincs. Jó, mert meg kéne csinálni, hogy tudjuk, egyet, hogy ki micsoda, jó? Bőnök? Tudnánk beszélni négy szem közt, légy szíves. Igen, gyere. Várjátok, hogy beszél, várj, még megint a kocsi után beszél. Oké. Az igen, ott jó, beálltam oda. Az van jó. Mi a nem jön a faszopó autó, bazd, mert megrendettem a kurva anyját. Na, kimegyek, megrendem még egyszer. Várja. Mi a nem jön a kocsi? Hogy basszam nyakon. Vásárlás, na. Bevéd. Na most. Fog jönni. De mit nem tudtok hol? Ja, napi bónusz az mikortól van? Az este 6-tól van, nem? Igen, 18 és 23 között. Jó, hát oké. Napi bónusz. Ez van, lefoglaltakban van. Na jön! Hoppá, anyám mekkorát pattan, geci. Ez az? Szálljak be mellét. Gyere, megyünk egy kört. Utána meg megválsz, tesám? Megvállak. Meg. Jó. Oké, várjatok, meg megyek egy kört. Ez az új. Anyád, olyan, mint egy Forma 1-es kocsi. Megnézem, hogy belőhető-e? Hát mi? Vagy megnézem, teszteljem rajtad? Nem, nem, hát meg tudjuk, úgyis nézem, meg tudom. Csak majd de várjál, ennek kéne nyomni egy izét, nem? Hú, amúgy ez jó. Aha. Hát igen. Anyám, amúgy esküszöm komolyan megy amúgy, tehát hogy jól veszi a kanyarokat. Ja, ja. Jól megy. Mi a helyzet? Tessék? Mit csináltál enni? Mit csinál? Mit csinál? És nekem? De mi az? Akkor kérek természetesen. Én oh, jó lesz a buddy? De salátát is vettél? Tényleg? És ketchupot? De szeretek, köszönöm. Na itt vagyok. Na, azt mondják, ami elfeled, a kurva életben elfeled buszolni, fogd a pofád, majdnem kiugrott. Majd megint ezt nyomkodom az F-et, csak be vagyok kötve. Jó, figyelj, nem rossz az a kocsi. Na, hallod, állj félre valahol, hagyd nézzem meg, hogy belőhető-e. Na jó, várjál. Jó, ennek nem olyan a fé, a izéje. Oh, jó. Uff. Félreálltam. Jó, várjál, szállj ki, főnök. Már nem akarlak fejbe torrantani. Jó. Belülhetettem, mi? Állj be, Tibi, szállj be, megnézzük belülhetően. Várjál. Szállj be. Ez eddig stabil. Szállj be, tesó. Tibi, jó teszt alany, mi? Lepattanak róla a golyók. Jó, jó. De sehol nem lövött be, öcsdős. Vagy oldalról várjál? Így? De ne, ne. Jó, elég. Jó van, Tibi, gyere vezetem. Stabil vagy. Kemény. Elkerül. Jó, 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 az kell. Jó, figyelj. Összeszedjük a csipet csapatot, csinálunk egy rádió frekvenciát is nekik. 760... Mi a fasz csináltál, Tibi? Hát kilőtted a kereket. Azt én biztos nem lőttem kereket. Hát de. Azt te lőtted, haver. Dehogy is. Jó, jelölt be az izét, mindig elfelejtem. Köszönöm szépen, Vajas Kalács. Amúgy szerintem, amúgy eddig jónak tűnik a frakció, ugye? Lesz még egy nagyon jó barátom. Jó. Figyelj, amúgy a stabilakat próbáld intézni, jó? Mert nekem is elmondom, hogy kit szeretnék ide újra. Simon Jánost.
Igen. Johnny Capót, Steve Stiflert és a majmot vissza szeretném hozni. A majommal tudok beszélni. Jó, beszélj a majommal. Csimpikével vissza szeretném hozni. Én beszélek Steve Stiflerrel. Jön Johnny Capó, Simoyan és még egy nagyon csoda embert vissza akarok hozni, akit még nem tudsz, de ő meglepetés. Kosztolni. Idős. Na, mondhatni azt. Már azzal nagyon jobban vagyok amúgy. Na. Na, skacok! Még álljon ide mindenki! Mert számolunk egy... számolunk egy átlagot. Az mi a levegőben? Mi? Ja. Magától megy. Diki, ja, Isten. Köszi szépen. Igen, várjatok, beszéljek itt a srácra egy másodperc. Gyerekek, majd csinálok videót a narrátorról is. Szóval lesz róla is videó. Na gyere, ez itt az irodám, gyere. Oké. Ez itt a királyok irodája. Be is zárom, ne zavarjon minket senki, jó? Na várj, berakok egy-két cuccot itt a szépbe. Mert hogy azért... Rakd be ezt is, mert még nem... De várjál, ezeket te hoztad, nem? Nem. De én attól adni ilyet is. Jó van, tesó, majd... Nem most én még nem vagyok felvéve. De te hogy nem vagy felvéve? Azért, mert erről is szeretnék beszélni. Na, hogy én most akarok kilépni, ma írtam már. És hogy nem írnak nekem vissza. Jó, de a Mónival is beszélj, oké? Okay? Már beszéltem a Mónival. És azt mondta, hogy egy nap után lehet csak, és hogy te nem tudnál kiéptetni, és akkor most, hogyha akkor tudnál, akkor tudnék csak. De figyelj, nem fogok, nem nyúlhatok bele ezekbe a dolgokba, nem akarom, hogy azt mondják, hogy én visszaélek az Istenemmel, jó? Akkor holnap tud fel. Figyelj, holnap vagyok ugyanúgy 4-től, jó? Okay. Csak akkor legyél itt, most megcsináljuk a Fraction ruhát, meg minden, és fassa lesz, jó? Jó, de akkor emlékezz majd nem. Jó, hát emlékezek. Meg majd mi a neved? Károly vagy, ugye? Igen, Károly. Jó, oké. Okay. Endrém, itt vagy? Te hogy vagy ilyen az átlagszámolásba, Endrém? Csak hogy segítsetek itt az átlagszámolásba. Gyere, barátom, gyere! Skacok, most mindenki, hol vannak a többiek? Gyere már vissza, te! Skacok, gyertek már! Akarok mindenki, jaj, de jó, elütötted a Potter fejű. Hol vannak a többiek? Elmentek kipróbálni akkor. De amúgy ez jó, csak lassú. Ez? Hát meg kell tuningolni. Jó, megyek fel egy kör, gyere. Várjatok meg, skacok, jövünk mindjárt. És megyek ezzel én is egy kör. Ez a másik új? Ja, ez a másik elvileg, de ezt meg kéne tuningolni, tesó. Hát majd megtuningolom, a másikat is meg kell. Mert amúgy jó, mert irányítható, csak kéne rá valami, nem? Jó, hát aha, hát igen, gyorsabb és meg ilyenek. De amúgy jól megy. Nagyon jó, király. Jó a féke is. Jó a hátul is. Jó, lassabban gyorsul. Igazából az nem baj, hogy lassabban gyorsul. Kanyarok jók. Erre egy ilyen gyorsított, hogy gyorsabb legyen. Akkor szerintem fullos lesz. Akkor nagyon jó. Jó pattan is amúgy. Jó, megfogja a dolgokat. Jó. Többieket kell. Figyelj, kávét, Soma, küldöm a rózsákat. Küldjed, barom! Küldjed, barátom! Barom! De régen elpént. Miért nem jössz akkor, Sanyika? Basszom ki a fogyatékos fejed. Na. Fú, gyerekek, olyan csapatot izétörést ezt? Hát, azt most nem akarom. Jó, menjünk vissza az izé jelöltbe az izét. Azt remélem, jönnek a többiek. Meg akarom csinálni. Amúgy ez egy jó gép. Tényleg jó gép már. Köszönöm szépen minden új embernek a követés, kacok! Reméltük a 100 darab meg lesz, igen? Majd ahogy hívják ott a fizetést, azt vedd lejjebb. Ja, mert ugye elfogy a pénz. Anyám! Nem, hát én nem tudom, én újonc vagyok. 410! Ja, látom. Ezt mondom. Hú. Nekem meg mehet valami nagyobb rang. Jó van, azt majd elintézzük, csak még mindenki meg szeretném... Jó, csak figyelj, mondom, a teljes csapatot meg szeretném csinálni. Majd írni Mónikának a rang miatt. Azért szeretném megcsinálni a teljes csipet csapatot. Hogy a héten már legyen egy izé összkép, és akkor meg lesz, hogy ki milyen rangban, hogy milyen rangban, csak hogy szép lassan legyen meg minden, jó? Ja, meg csak tudok segíteni, vágod. Kérsz egy áldást? Kérek, Sanyika, meg sok pénzt. Na, megérkeztem. Többiek? Nem tudom. De még ki, várjál, még kinek kéne itt lennie? Simon Tibi. Na, haló. Itt vagyok. Te, ő ki? Várj, most megnézem, hányan vagyunk fönt. Várjátok, frakció.
Jó, hat tagunk van. Elmondom a hat tagú. John Wick nincs is itt. Hol tűnt John Wick? Kalapos Joe. De várj, az egyik mondta, hogy nem lesz, nem? Kalapos Joe nincsen. Ő mondta. Elment. Jó, oké, akkor most nem számunk átlagot. Jó, elmegyünk gyorsan átöltözni, jó? Menjünk egy ruhaboltot, és akkor visszalépünk, megcsináljuk. Hát kéne szövesen, hányan vannak a csapatban, még csak hatan? Jó, hozom ezt az úruszt akkor eddig. Gyertek, kövessetek. Megmutatom, melyik ruhabolthoz megyünk, oké? Hagyj az esemben. Ruhabolt? Nem tudom ki. Várj, ami a legközelebbi van, van egy ruhabolt itt a Sandybe, jó? Gyertek, vagy a Sandybe, nem a Sandybe, ott a följebb. Gyertek, kövessetek. Nem vagyok, nem taxis vagyok már. Most mi a most, akkor vagy taxis, vagy nem, Zolikám. Már főveszek, vagy nem. Kandúr bandik össze az ajándékot. Skacok, aki itt van és nézi a streamet, nagyon szépen szeretném arra megkérni, hogy nyomjon már réci pár lájkot, mert szeretném érni a mai napsorán 100 000 lájkot, akkor kapok ilyen tiki-toki pontokat, meg egyéb ilyen kedves cuccos-mucost, meg mindent is. Szóval, ja, na de elveg itt volna a ruhabolt, és akkor itt összerakjam, hogy a... Én úgy érzem, főni jó lesz. Vajon, van nád kápi? Hoppá! Nincs. Maradjatok itt, elmenjünk egy bankba, kiveszünk pénzt. Ott van hol? ATM, ki tudok venni. Hol? Jelöld be? Hát itt van előtte. Ja, akkor vegyed ki, bazd meg, fogyatékos, hogy 10 000-et vegyék ki. Na, Laci, nagyon szépen köszönöm. Jó, Kandúr Bandi, adom már is. Amúgy hányan vagyunk fenn most a városban, attól függetlenül, hogy restart lesz. Előbb voltunk 100 000-an. 102-en restart edett. Na milyen jó. Figyeljetek! Menjünk be, menjetek be. És kacok, elmondok most valamit. Közben elmondom nektek, 33 darab új követő van, skacok. Hát, György Mokkán, gyerekek, legyetek olyanok, mint György Mokkán, Norbi 05. Hát gyerekek, el szeretném érni az 50 darab új követőt. Tehát régen 100 volt a cél, és az is összejött. Na, és kacok, el szeretnénk, nincs vége a streamnek, nem kell megjelenni. Dávid Szamkó, neked is nagyon szépen köszönöm a követést, meg minden új embernek. Össze szeretnék rakni egy nagyon-nagyon jó csapatot, eddig 6-an vagyunk. Mennyi a frakció létszám maximum? Van itt ilyen admin, vagy itt aki tudja, hogy mennyi lehetünk maximum a csapatba? Mert elmondom, hogy mit szeretnék összehozni. Ezen a héten az elsődleges cél, hogy összerakjam a frakciót. Hogy meglegyen az A-leader, meglegyen a második leader, meglegyen meg ilyesmi. 45, jó, Darkus itt van. Darkus, dom már egy kis pénzt, tudom, hogy te le vagy, mint a déli busz. Na, 40 körül, oké. Okay. Meg szeretnék csinálni első körben ilyen 20-25-ös létszámot csütörtökig, normális emberekkel, és ha meg lesz a 20-25-ös létszám, fogunk egy átlagot számolni, hogy a frakció korosztály átlaga az mennyi. Ezt azért fogjuk csinálni, mert nagyon sokan támadnak, hogy soma ovisokkal játszol. Szóval, hogy fogunk egy összeegyük a számokat, hogy én 30 vagyok, valaki 12, valaki 16, valaki 18, valaki 23, hogy mennyi a frakció átlag korosztályának limitje. Ezt meg fogjuk csinálni. Köszönöm Darkus az egy rózsát, hát kicsit ezzel most megsértettél, na mindegy is, de Norbi Fitnek nagyon szépen köszönöm itt a dolgokat. Na, visszatérve a tematisztikára, meg szeretném csinálni a frakciót, a frakcióruhát, lehet, hogy holnap is csinálunk egy TGF-et, szóval, hogy lehet, hogy holnap is lesz egy kis TGF, hogy jól haladjunk ezek a dolgokkal, de hát holnap egy 30 perces gyors TGF-et fogunk csinálni, holnap 4-től leszem ugye a stream. Szóval, ja, én jöhetek, 28 vagyok. Mikor kapom meg a 40-et? Hát, hogy sok pénzt bedobsz, 100 000-et. Jó, a másik, amit el szerettem volna mondani, még nincs vége a streamnek, hogy megint tudjátok, nem szeretnék senkitől se kunyarálni, meg ilyesmi, de van a TikTokon egy ilyen dolog, hogy érj el 11 előfizetőt, 7 napon belül. Most ilyen pillanatban 10 előfizetőm van, szóval aki most előfizet a streamre, annak adok 10 000 prémium pontot. Még jobban is jár, szóval ha fönt vagy a szerveren, és szeretnél 10 000 prémium pontot, akkor én is kapok tőled egy előfizetést, az nekem is tök jó, mert elérem azokat a TikTok pontokat, meg neked is jó, mert adok neked 10 000 prémium pontot cserébe. Szóval, hogy aki esetleg itt van, és valamilyen szinten akar támogatni, segíteni, vagy ilyesmi, mert dobjon már egyszer egy előfizetést, és akkor legalább én is, nekem is jó, nektek is jó, és akkor ilyen TikTok pontokat elérek. Szóval, hogy azt szerintem jó lesz, remélhetőleg meg lesz a 100 000 like is itt a streamen, a John Wick, nem tudom, hogy mi ugratgat, hogy üssem agyon a izét, ha nem vagyok fent, akkor később megkapod később is, hogyha rám ír Discordon, és tudod bizonyítani, hogy te fizettél elő,
Szóval, ja. De ez mit csinált a balon? Mit csinált a balon? Jézus Mária, mi történik ott? Na. Köszön, azt a Darkus, köszi szépen az ajándékot. Úristen, mennyi balon van, vissza is lépek. Skacok, nem lesz itt csapattag! Mit csináltok itt, bolond emberek? Tegyél ide! Vége, mindjárt vége. Tudom, nem hogy mindjárt tudom, vége, menj vissza! Megdöglött, megdöglött, mi a faszom, megdöglött. Mert hülye nem vagy, bazd meg! Nem én voltam, ő vezetett. Ő vezetett. A pucér volt, a pucér vezette. Jó, hát érezzétek újra, érezzétek újra. Úristen, lehajlok az úrról. Darkus, inkább nyom meg előfizetés, bazd! Fogd már be! Jaj. Darkus, nyomd egy előfizetést, adok prémium pontot, mert nekem kell most egy új előfizető, mert akkor kapok megint ilyen pontokat. Szóval nagyon szépen köszönöm, aki nyom egy előfizetést, kérek. Na, maradjunk itt, mert meg kell csinálni a ruhát. Csak mondtam, hogy az a mesztelen nincs vele. Melyik? Nem szokott felrobbanni az autó. Ki? Itt. Tudom, hogy nincs vele. Nem szokott felrobbanni az autó. Na. Dehogy is. Jó, menjetek be, mert eső után megcsinálják a ruhát. Jó? Én összepattintom. Menjen be, Tibi, adjál nekem pénzt. Adtam. Jó, van már 20 ezer, királyság, jó. Oké, RK vagyok, megcsinált az előfizetést. Új, de szeretlek RK, nagyon, jaj, de köszönöm szépen. RK, mi a játék? Discordon most rám tudsz írni, és küldesz egy képet, hogy te fizettél elő, barikám? Mert odaadom akkor neked később. És most lesz rest, és akkor megcsináljuk, összerakjuk a ruhákat. Igen, restart tesz. Na, nagyon szépen köszönöm, RK, rádirok, köszönöm szépen. És akkor adom neked a 10.000 prémium pontot, csak nekem ez nagyon nagy segítség. Na, közben, hogy így restart lesz, annyit szeretném még tőletek kérni, hogy meglegyen a 100.000 like, légy szíves, tap-tapoljuk már meg itt közös erővel, kicsit izomból, nyomjuk már meg, mert kapok akkor is ilyen pontokat, meg mi egyebeket, szóval nagyon szépen köszönöm mindenkinek itt a dolgokat, szóval, hogyha kicsit így rányomtok, rálájkoltok, mindjárt megvan 60.000 like, azt is nagyon szépen köszönöm mindenkinek, szóval ütögessük meg, taperoljátok meg a képernyőt, jó? Szóval, ja, vedd le a fizetést, lejjebb veszem, azt majd meg fogom csinálni mindjárt, csak most még ezt a lájkokat is el akarom érni, mindjárt megvan 60.000, jó, és kacok, 100.000 like-nál visszamegyek a szerverre, ezt azért kell, mert kapok ilyen, mondom, van a, elmondom, hogy miről van szó. Azért szoktam kérni ilyen, hogy lájkoljuk az adást, meg ilyesmit, mert a TikTokra stúdión belül vannak ilyen pontok, amiket el lehet érni. Itt van ilyesmi, hogy élősz 5 napon keresztül, vagy élősz 7 napon belül 5 napig, kapj 100.000 lájkot egy élő adáson keresztül, kapj 3.000 hozzászólást, ez majd össze fog jönni, mert most van 1.100 hozzászólás, az se baj. Van ilyen, hogy nézzék 5000 percig az élődet, most járunk 17000 percnél, az is össze fog jönni, szóval az sem lesz, legyen átlagos 250 néződ, valószínűleg az is össze fog jönni, hogyha lesz streamem, jó, most kevesebben vagyunk, de akkor is, van valami, hogy használj valami felmérést, az nem tudom, hogy mi az a felmérés, azt még én sem tudom, hogyan kell csinálni, vagy mit kell csinálni, szóval, hogy intézzük már rá itt a dolgokat, jó? Kész a kalcsi, malcsi? Megnézhetem? Gyerekek, ilyet kaptam amúgy, csak úgy mutatom. Hogy ilyet kaptam. Csak úgy meg szeretném mutatni, hogy feleségnek való típus, vagy küldjem haza, vagy mit csináljak vele. Azt mondja, de jól megy. Ilyet kaptam, skacok. Azért ez nem mindennapi, ugye? Azért ez egy jó dolog. Szóval, hát igen, hát nem semmi. Milyen ketchupot vettél? Jó a ketchup is, jó választás. Hát, tényleg, nem semmi. Tudok jót venni, nem úgy. Ha takarít is, akkor feleségnek való. Hallottad, mit mondanak rólad? Valaki azt írja, ezt írják neked. Edd meg és küld haza. Nem én mondtam. Ezt írták. De én mondtam, hogy marad, nem fog hazamenni. Akarsz maradni? Jó van, na, ezt tudtam intézni. És akkor küldtem, jaj, tényleg a lájkokat azt nem néztem meg, elnézést. Azt hittem nem erült a telefonom. Jó, 60.000 lájk van. Jó, hát csak meg lesz, még itt a 100.000 lájk. Visszamegyek a szerverre, jó, skacok? Ja, és még egy gyerekek.
tudok az egyik kedves nézőmnek egy előfizetést adni, valami ajándék előfizetést, de azt mondja a következő streamen, mert azt is legalább elértük. Este meg kell ezért dolgozd. Hát jó, hát gyerekeket, ez a hajamat csinálja meg, mert nem szó, hogy este meg fog kívánni a hölgyemény ilyen séróval. Na, visszamegyünk a városba, jó? Királyságba. Megkóstoljam amúgy milyenek, már amúgy lehet, hogy csak jól néz ki, és nem olyan jó a kaja. Tudjátok, lehet, hogy becsapás. Anyád. Jó. Köszönöm szépen, Danikám! Na, visszamegyek, azt megcsináljuk a ruhát. Az asszonyod, meg az exe után sír. Tényleg? Na itt. Na. Jó étvágyat. Mondd neki, de hogy mondok ilyen Zoltán. Köszi szépen, Danikám! Te kiútám! Kiútál sír, szegény. De gyerekek, lehet, hogy ő utána sír, de mégis legem csinálják a ját. Szóval jobban járok akkor, nem? Na. Köszönöm szépen. Most megyek vissza a szerverre. Hát, én erről nem tudtam. De lehet, hogy igazad van. Biztos. Ja, nem tudom, hát én is jól olvasom el. Hoppá. Manu, gyere, mert lehettem magam. Moncsigával műzünk? Itt van a szervem. Jobb, mint a Daniela. Á, Daniela, na nincs jobb senki se. Daniela azt oda a best of. Mi jó teszel? Valami jó kaját. Meddig vagyok ma? Van egy darab kérdésem, hagyjak. Máté, neked kettősre. Ruha képzésítés után, most elsőre körben legyen meg a ruha. Hogy van, Manó kutya? Hát most gondolom boldog, mert kapott kaját. Köszönöm szépen amúgy. Milyen asmírt csinálok, skacok? Hogy halad a szerós somám? Hát szerintem jól van, és hogy érted, hogy halad? Lesz húma? Az még nem biztos. Csak még most tegyen meg a csapatnak a ruha. De még nincs fel annyira a csapat. Lehet, hogy ha megtölöm a kezemet, még nem akarok, nem akarok megfogni a klaviaszúrát. Mennyi pénzed van a LP-be? 30-40 millió? Nem tudom. Nem tudok fölcsatlakozni, ti föl tudtok menni? Na csak nálam van gond? Amúgy az kéne. Amúgy nálam van a gond, vagy ti föl tudtok menni? Fájvemre sírt, az kéne. Szereted a nagy pénzrablást? Csak az első évadot láttam belőle. Szerintem ez hiba. Egyedi ruha mikor lesz a szerven elérhető? De ez egy jó kérdés, mert ezt nem tudom, skacok. Hát de Budi, miért TikTokon? Miért nem küldöd inkább egybe? Na. Lehet, hogy jó lesz.
Föntesz YouTube-on, igen? Jaj. Szia csíkosom! Faszom, most nem van a probléma? Van Kulánszki is? Gondoltál rám? Köszönöm szépen. Szoktam rá. Én is. Miért tudnám van valami, geci? Jó van, Jánosom. Vissza fogok írni Discordon mindenkinek. Megnézem, hogy mi lett a gond. Hányadik helyre hoztam fel a Horizont? Hogy érted, hogy top hányba vagyunk benne? 5M hiba van? Most tényleg 5M hiba? Vagy lehet, hogy tényleg nem van valami. Hát... figyelj! Most én nem akarok nagy képűzni, de szerintem a nézők is elmondják, meg a játékosok is. Gúnyám, gyere majd jelentkezni a frakcióba. Na, hogy fájjam hiba, jó? Oké. Na, mindjárt válaszok Bencsik Renától neked is. Na, annyi van, skacok, hogy valaki kérsz, hogy hányadik a szerver. Most nem akarok nagy képűzni. Nyáron tényleg voltak amúgy nyár végén. Voltak player szám gondjaink, bár most gondjaink, az azt jelenti, hogy 120-130 player volt csúcsidőbe. Nem tudom, mi volt szeptember, nagyon sok újítást hoztunk be a szerverre, nagyon sok javítást csináltunk, szerintem jól sikerült az optimalizálás is, nyilván voltak problémák is, de mostanában amúgy tényleg brutál a játékos létszám a szerverhez képest. Szóval, hogy most csúcsidőben 160-tól 190 játékos szokott tenni. Szóval most ez elmúlt három napról beszélek, tegnap, ha jól tudom, 190-en voltak fönt a városba. Szóval, hogy brutális. Jó, nyilván lehet mondani, hogy csak, mert valami csak, viszont a magyar top 5 szerverben benne van, és amikor ilyen létszámot produkálunk, akkor általában a top 3, top 4-ek szoktunk tenni. Szóval, hogyha... Szóval, ja... A top 2, azt most el kell mondanom, játékos létszámban, de mindenkinek más szerver, ami tetszik, az a AR-en játszik sok játékos, meg a Revolution-ön, és akkor utána van ilyen nagyobb verseny köztünk játékos számban, meg az RPRP között, meg van egy másik szerver, most megnézem, ugye most nem releváns a játékos szám, mert most volt restart ugye a szerverem, de igen, az van. Az RPRP, meg ez a Nervis még szokott, így egymást előzgetjük az RPRP-vel, Csudapesttel, meg a Nervis-szel amúgy. De amúgy igen, a Horizonnál nincs jobb. Amúgy nálam lehet, hogy van valami gond, de lehet, hogy akkor én már nem lépek vissza. Viszont holnap is lesz stream, skacok. Azt el szeretném mondani, ez a stream, ez fönt lesz YouTube-on. Fölrakom a Soma Gaming Short oldalra, meg ma fölraktam egy videót is. Ide TikTokra, ez Steve Stifler-es videót, szóval ha ezt még megnézitek, meg ez az új videó, amikor Steve Stifler balfaszkodik, szóval ha nyomtok erre egy újra közzés, vagy bármit, akkor azt nagyon-nagyon szépen megköszönöm, szóval azt mindenkinek stabilba dzsukkelbe, vagy egy kommentet, vagy bármi ilyesmit, ott a Steve Stifler nagyon loser volt, szóval, hogy holnapi napi terv, az elmondom, hogy mi lesz. Holnap meg szeretnénk csinálni a frakcióruhát, lesz megint tagfelvétel a csapatba, mert csütörtökig meg szeretném oldani azt, hogy tényleg egy egész jó, stabil közösséget összehozzunk. Szóval lesz tagfelvétel a csapatba, még mi a faszom lesz? Lesz, megpróbálok rablást is intézni, egy első bevetést is, és akkor jön meg ilyen csapatépítő dolgokat csinálni. Szóval, hogy ilyen játékon belül ilyen füves dolgok ültetése, fegyverkészítés, bevásárlás, stb. És majd valamikor csináljunk egy banda háborút valamelyik frakcióval, ja? Na, közben van egy kérdés, ezt nagyon megszerette volna Bencsik Renátok kérdezni, hogy akivel fogadtátok kutyát, az a hölgyel Mizu. Akivel a kutyát azt örökbe fogadtuk, az nekem a volt barátnőm, az a Kata, vele ugye 2,5 évet voltam együtt, meg ő azért így néha így benne volt a streamekbe, meg ilyesmi. Vele már nem tartom semmilyen módon a kapcsolatot.
Még nyáron találkoztunk utoljára szigeten, akkor normális volt, meg én is normális voltam természetesen, meg egyszer-kétszer megnézte a kutyát, de sokáig nem szerettem, hogyha nem akartam sokáig, hogy jöjjön és a kutyát lássa, mert volt egy időszak, amikor nem annyira viselkedett szerintem túl szépen, de mindegy, ez nem ide tartozik, annyi a lényege az egész történetnek, hogy már nem tartjuk a kapcsolatot. Na, látom, megvan a hátad meg ott a Marvel-es figura faszi. Igen, hát tesó, azt tőled kaptam, hogy ne lenne meg. Szóval, hogy az örök emlék, tesó. Szóval ezt nagyon szépen köszönöm. Az megvan, szóval, ja. Szívesom a füves, mi? Köszönöm szépen, mióta nincs csajod? Hát Gúnya Péter, amiért rájöttem, hogy te kell lesz nekem. De nem csalnának meg sose. Jól itt hagytál, tesó, 5M hiba volt. Na, Gossz, köszönöm szépen az ajándékot neked. Holnap 4-től várok mindenkit. Még hogyha nyomtok erre egy kommentet, meg egy újraközést erre az új videóra, azt nagyon szépen köszönöm. Gosztan, nagyon szépen köszönöm itt a dolgokat. Megnézem, hány darab új követő lett. 46, na mindegy, az is nagyon jó. Darkus mindenkinek, meg minden egyes embernek, aki itt volt. Logódban benne van, hogy VV. Milyen logomban van benne, hogy VV? Ja, logomban benne van, igen, de majd azt majd meg kell csinálni. Szóval, ja. Igen, már vége. Szintén köszönöm szépen a bekövetést. Holnap várok mindenkit, holnap 4-től vagyok, ugyanúgy végre megjöttél, Dávidom, szóval kövessé be, Dzsukelbe, Eszterébe, és akkor jó, ha felhoztad a szerót. Hát próbálkozom, Barikám. Hogyha úgy van, meg gyere vissza. Úgy is van. Még lehetőségben most csináltam ugye a frakciót, szóval holnap várok mindenkit. 4-től skacok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. A Soma Gaming csatornára föl lesz töltve YouTube-on a stream, visszanézhető. Szóval szevasz mindenkinek, csóka a családnak, holnap 4, csaocska. Csak kicsit elmondtam, sziasztok!